Köszönjük, köszönjük, köszönjük a csodálatos jelenlétedet. Köszönjük, Uram, hogy mindig megnyilvánulsz közöttünk. Köszönjük, hogy kiáradsz, drága Szent Szellem. Megérinted a szíveket. Köszönjük, hogy átformálsz bennünket, ahogy fedetlen arccal szemléljük a te dicsőségedet. Köszönjük, Uram. Köszönjük, hogy a te irgalmad, a kegyelmed megnyilvánul közöttünk. Drága mennyei atyám, nincs semmi, amire jobban vágynánk, mint a te jelenlétedre, a te dicsőségedre a mi életünkben. Köszönjük, Uram, hogy a mai napon is megdicsőíted magad bennünk. Köszönjük, hogy itt vagy közöttünk, Jézus. Kérünk téged, hogy szólj hozzánk. Kérlek téged, drága mennyei atyám, az Úr Jézus Krisztus szent nevében, hogy te add a szavakat a szám megnyitásakor, add meg a kegyelmet, hogy ezek a drága emberek ne engem lássanak és ne engem halljanak. Téged akarunk látni, téged akarunk hallani, tőled akarunk kijelentéseket venni. Hisszük, atyám, hogy te vagy a mi ellátásunk bőséges, túlcsorduló és kiapadhatatlan forrása. Minden forrásaink benned vannak, Uram. Tőled várunk mindent. Te vagy a mi ellátásunk forrása. Áldott légy, Uram. Tiszta szívünkből vagyunk hálásak neked. Felemeljük a szíveinket. Köszönjük, Uram, köszönjük, 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 köszönjük mindazt a jót, amit már tettél eddig az életünkben. És köszönjük, Uram, hogy még sok van. Köszönjük, hogy sok van. Köszönjük, hogy minden nap ránk árasztod a te kegyelmedet. Elfogadjuk, Uram. Elfogadjuk a szeretetedet. Elfogadjuk a jóságodat, a kegyelmedet, az irgalmadat. Uram, köszönünk mindent. Köszönünk neked mindent. Hálás a szívünk, Uram. Hálás a szívünk, Uram. Hálás a szívünk, Uram. Köszönjük. Köszönjük. Köszönjük azokat a jó dolgokat, amiket a mai napra készítettél. Nyitva van a szívünk, Atyám, hogy elfogadjuk mindazokat a jó dolgokat, amiket mára készítettél. Hisszük, Atyám, hogy te megjutalmazod mindazokat, akik téged szorgalmasan keresnek. Itt vagyunk, Atyám, hittel elfogadjuk mindazokat a jutalmakat, amiket mára készítettél. Atyám, a legnagyobb jutalom a te jelenléted a számunkra. Köszönjük, hogy megnyilvánultál közöttünk. Köszönjük, hogy cselekszel közöttünk. Az ördög és a betegség és a fájdalom minden erejét megtöröm ezen a helyen az Úr Jézus nevében. Halleluja! És eloldjuk az áldásokat. Megengedjük, Atyám, hogy a te áldásaid igenis megnyilvánuljanak közöttünk. Köszönjük, hogy a fejfájás elmúlik. Halleluja! Minden hazug tünet eltakarodik a Jézus nevében. És a te neved magasztaltatik, Jézus. Jézus, 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 Jézus. Ez a név mi csodálatos. Ez a név milyen csodálatos, Uram. Ebben van az élet. Halleluja. 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 Köszönjük, Jézus. Köszönjük ezt az újabb napot, amikor összejöhettünk. Amikor hallhatunk tőled. Dicsőség neked, Jézus. Dicsőség, 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 dicsőség. Halleluja. Halleluja. Öleljétek meg a szomszédaitokat. Isten hozott mindenkit. Örülünk, hogy eljutottatok a mai napon is. Dicsőség Istennek. Köszönjük az Úrnak a dicséretünket, hogy élő dicséretünk lehet. Halleluja. Áldott vagy. Halleluja, halleluja, halleluja. Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket, örülök, hogy itt vagytok. Lehet, hogy Zsolesz egy kicsit majd halkítani kell a mikrofonomon, nem akarok ennyire azért kiabálni. Halleluja! Hiszük, hogy még lesz egy kis jó idő, és az Úr még tartogat nekünk egy csomó jót ebben az évben. Nagyon sokat jártok és járunk evangélizálni, áldott legyen az Úr.
Képzeljétek el, hogy valamelyik nap, vasárnap azt hiszem, elküldtek, hogy segítsek a manyikának, és kimentünk ide a keleti pályaudvarhoz, az ilyen menekültekhez. És hát egy dolog azt látni így közelről, ami azt az állapotot, ami ott uralkodik. A másik az, hogy teljesen ledöbbentem, ugyanis hirdettük az evangéliumot, de sokszor találkoztunk. Hát ugye a nagy rész nem értett még angolul sem, és magyarul ugye pláne nem, és akik pedig értettek, azok között volt olyan, akikkel beszéltünk, és hirdettük nekik a Jézust, és Jézus, az ki? Hát az Isten fia, tudod, ír róla a Biblia, az mi? És egyszerűen el kellett gondolkodjak, hogy most várjunk csak, most mit is mondjuk? Hát Isten fia, hiszel benne, örök életet nyert, sose hallott róla. Azt se tudták, hogy van ilyen, hogy létezik, hogy egyáltalán van ilyen, hogy Istennek van fia, meg egyáltalán ki ez, mi ez. Elég furcsa volt egyébként így hirdetni az evangéliumot, még így az elmúlt évtizedek során még ilyennel nem találkoztam, hogy valaki felé szólnánk az igét, és egyszerűen így fogalma nincs, hogy miről beszélünk. Nyilván egy más világból jöttek, más szokások, más vallás, és az Úr kegyelmes volt, nem mondom, hogy túl nagy sikerünk volt, talán egy vagy két ember kimondta a szájával azt, hogy hiszi, de nyilván az Úr látja a szíveket, és nem tudom, hálát adok ezért az Úrnak, de igazából, hogy azt látni, hogy vannak olyan részek, ahova még nem jutott el az evangélium. Van még, mit csináljunk, és hálát adunk az internetnek, mert ugye az internetnek nincsenek ilyen korlátai, ilyen határai, hogyha valaki nyitott szívvel keres, akkor találhat ilyen országokba is, de hogy ilyen emberek is vannak még manapság is, akik még soha az életben nem is hallották azt, hogy van Jézus, meg Isten fia is, hogy örök élet, meg ilyenek. Úgyhogy van dolgunk, halleluja, halleluja. Köszönjük az Úrnak. Hiszem, hogy elvárással jöttetek. Ugye tudjátok, hogy az, ami előjön, ami elhangzik, az nem csak azon múlik, aki prédikál, hanem azokon is, akik hallgatják. Lesztek egy akaraton, kapcsoljuk össze a hitünket, hogy amit az Úr szeretne mai napon, hogy előjöjjön, az mind elő tudjon jönni. Hogyha van kérdés a szívedben, hogy az Úr Jézus válaszolja meg, hogy mindazok a dolgok, amiket Isten szeretne, hogy elhangozzon, az hangozzon el a mai napon. Atyám, ezt kérjük tőled a Jézus nevében. Köszönöm, hogy ahogy megvan írva a te ígédben, azt mondod, hogy nyisd szét a te szádat, és én betöltöm azt. Kérlek, Uram, te töltsd be a számat azzal, amivel te szeretnéd, te szólj a te népedhez, Uram, a Jézus nevében. Köszönjük a bölcsességnek és a kijelentésnek szellemét. Köszönjük, hogy megnyitod, Atyám, a szíveket, hogy figyelmezzenek a te ígédre. Hálát adunk neked, Atyám. Köszönjük az ígédet. Köszönjük, hogy tanítasz, hogy vezetsz, hogy bátorítasz. Áldott legyen a te csodálatos szent neved, Uram. A Jézus nevében. Amen. Halleluja, halleluja. Azt hozta fel az Úr így mindjárt elsőként a szívemben. Nem tudom, itt valahol gyógyulás lesz, valakinek itt meggyógyul, nem tudom, mi van itt. Tegnap is bent voltam, és imádkoztam, és akkor is nagyon erősen mutatta az Úr itt ezt a, nem tudom, légutak, vagy nem tudom, mi lehet ott, akinek fáj, az biztos tudja. És hányan voltatok ott vasárnap, vagy hallottátok a vasárnapi prédikációt? Ha esetleg valaki nem volt ott, mindegyik prédikáció jó, és amikor Isten igéje hangzik el, fantasztikus, halleluja. Ha nem hallgattad volna még meg a most vasárnapi tanítást, nagyon erőteljesen ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Pár héttel ezelőtt itt a Mennyország Klubban imádkoztunk, és kértük az Urat, hogy segítsen, hogy a kapcsolatunk Istennel, a személyes kapcsolatunk Istennel bensőségesebbé, közelibbé, valóságosabbá váljon, hogy az ő hangját sokkal tisztábban, sokkal többször meg tudjuk hallani. Emlékszik még valaki erre? És hogy az Úr tanítson, akin keresztül akar, ahogy akarja, és hát az Úr egyre inkább használja az Erzsikét, azt látom. Dicsőség az Úr Jézusnak. Akik ott voltatok a pásztorkonferencián, nem sokan voltatok ott közülünk, már akkor is voltak dolgok erről, de a most vasárnapi tanítás az zseniális. És tényleg szívből ajánlom mindenkinek, ha szeretnéd azt, hogy eljussál arra a helyre, amikor Isten bizonyságot tesz a te belsődbe, hogy merre kell menjél. Elnézést, bizonyságot tesz, hogy merre kell menjél, mit kell
csináljál, mikor kell megállni, mire kell vigyázni, miben ne vágjál bele, mi az, ami fele mehetsz. Ugye Erzsike beszélt arról, hogy apostolok cselekedeteiben megvan írva, hogy Pál el akart menni valamerre hirdetni az evangéliumot, és a Szent Szellem eltiltotta őket, és azt mondta, hogy ne, erre nem menjetek, és más helyre akartak akkor menni, és oda se engedte őket a Szellem, és utána vezette őket álomba. Hányan szeretnétek ezt, hogy ez hétköznapi dolog legyen az életünkben, hogy Isten szól hozzád, te meghallod, és megcselekszed. A csodák így fognak hétköznapivá válni az életünkben, hogyha hallunk az Úrtól. Amen. Tehát a hit hallásból van, de a hallás Isten igéje által. Meg kell halljuk azt, hogy mit mond nekünk az Úr ma. Amen. Nagyon jó az ige, de a betű az megöl. Amen. Keresnünk kell a Szellemet, keresnünk kell azt, hogy mit akar mondani az Úr. Többször mondtam nektek, de újra szeretném elmondani, hogy nagyon sokat segít az, ha olyan szívvel hallgatod az igét, hogy én ezt imádkoztam. Hiszem, hogy ez van a ti szívetekben is, hogy ne engem halljatok, és ne engem lássatok, de ez kell, hogy legyen a te szívedben is, hogy feledkezz meg arról, hogy éppen ki szolgál. Halleluja! A jó hír az, hogy az Ószövetségben még arra is van példa, hogy amikor egy proféta ostobaságot akart elkövetni, akkor Isten egy szamarat használt arra, hogy emberi hangon szólaljon meg, hogy ezt a profétát megakadályozza, hogy olyan dolgot tegyen, amiért nagyon súlyos büntetés várt volna rá, és Isten megnyitotta egy szamárnak a száját. Halleluja, mennyivel jobb helyzetben vagytok ti, nem? Halleluja! Kicsit talán könnyebb megnyitani az Úr a száját valakinek arra, hogy azt szólja, amit ő akar egy embernek, mint egy állatnak, de hála Istennek, hogy a mi Istenünk hatalmas. Amen. Hányan hiszitek ezt, hogy egy hatalmas Istenünk van? Nincs olyan probléma, nincs olyan élethelyzet, amin ő ne tudna segíteni. Halleluja, halleluja. Én nagyon szeretem az Urat. Szeretitek az Urat? Olyan sokszor... Salomé, légy szíves, hajtsd be azt az ajtót, jó? Köszönöm. Olyan sokszor megtapasztaltam ezt már, hogy Isten mekkora csodákat tesz, és őszintén el tudom mondani segítségképpen mindenkinek, hogy a legtöbb csoda az én életemben is mindig akkor jött, amikor valamit Isten mutatott, mondott, valamire vezetett, és azt megtettem. Amen. És a legnagyobb veszteség is az életemben akkor jött, amikor Isten mondott valamit, mutatott, emlékeztetett újból, és csesztem rá. És a legnagyobb veszteségek is akkor értek. Ez egy nagyon jó dolog, ha eljutsz erre a szintre, amikor hallasz így az Úrtól. Az én szívemben ez van. Csodálatos élet az, amikor nem vagy tanácstalan. Tudod, milyen az, amikor vacilálsz, nem tudod erre menni, nem tudod, hogy döntsél. Fontos döntés, súlya van, jól akarsz dönteni, de ugye a legtöbbünknek nincs minden információ a birtokában. Főleg azt nem tudjuk, hogy mi lesz holnap után, mi lesz egy év múlva, mi lesz öt év múlva. Mit gondoltok, hogy azok, akik fölvettek ilyen svájci frankos hitelt, ha tudták volna, hogy mi vár rájuk jó pár év múlva, akkor is fölvették volna? Szerintetek az Úr nem tudta ezt előre, hogy ez fog történni? Ha azok az illetők, akik ebbe belementek, és olyan kapcsolatban lettek volna az Úrral, és megkérdezték volna, hogy Uram, mit gondolsz? Emlékszem még arra az időszakra, amikor ezeket árulták, és ha megnézted, akkor ez tűnt a legészszerűbb megoldásnak abban az időben. Biztonságos valuta, alacsony kamat, tök jó, minden szuper, szinte túl szép, hogy igaz legyen. Olyan volt abban a pillanatban, és nem tudtuk, hogy mi lesz ebből később. De tudjátok azt, hogy az Úr látja, hogy az, amiben te készülsz most belevágni, hogy abból mi lesz egy év múlva, mi lesz öt év múlva, ha ebben az irányban mész tovább, merre elindultál, ez hova fog vezetni, és hányan tudjátok, hogy nyitottnak kell legyünk. Ha azt akarod, hogy az Úrtól halljál, nyitottnak kell legyél hallani tőle, és nem csak azt hallani tőle, mint ahogy nagyon sokszor vagyunk, hogy amikor elmegyünk imádkozni, hogy az Úr mutasson nekünk valamit, nagyon sokszor tudjuk, hogy mit akarjuk, hogy mutasson, ha őszinték akarunk lenni. Ha tetszik neked ez a dolog, az Úr elé mész, de igazából azt akarod hallani, hogy igen, csinál csak, megáldom. És ez nagyon jó. Nem baj az, hogyha vannak dolgok, amiket szeretnénk megtenni, és szeretnénk, hogy Isten megáldja, de nagyon sokszor nem fogsz hallani addig, amíg el nem jutsz arra a pontra, hogy azt mondod magadnak, hogy ha esetleg azt mondja, igaz, hogy én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretném, de ha az Úr azt mondaná, ne adj Isten, hogy nem szeretném, hogy ezt megtedd, akkor kész kell legyél arra, hogy elfogadd a nemet, és azt mondja, hogy jó, akkor nem. Hányan tudjátok, hogy ez nem olyan könnyű? Már ugye ez úgy egyszerűnek tűnik, és így tök logikus, meg persze az Urat követni, csak hányan tudjátok, hogy vannak érzelmeink, és
Én nem mondom, hogy érteném ezeket az érzelmeket igazán, nem is tudom, hogy Isten miért adta igazán nekünk az érzelmeket. A legtöbbször ezek zavarják össze az életünket, de borzalmasan. Tudod, amikor nincs kedve, úgy érzed, hogy semmi kedved nincs ehhez, vagy úgy érzed, hogy nagyon nagy kedved lenne valamihez, amikor valaki felmérgesít, vagy valaki nem úgy bánik veled, vagy igazságtalanságért, és érzel dolgokat, és ezek az érzések össze tudnak zavarni. De szóval ezért nem olyan egyszerű az, hogy Istennek engedelmeskedjünk, hogy sokszor ott vannak az érzelmeink. Szeretnénk mi valamit, tudjuk, hogy ő ezt akarja, de ott van, amit mi érzünk, és ezt én nem tudom megtenni, vagy azt nem tudom megtenni. Szóval, ha hallani akarsz Istentől, legyen nyitva a szíved arra, hogy meghald az igent, a nemet, hogy meghald azt, hogy még nem, várj egy kicsit, halleluja. Hányan tudjátok, hogy mennyi múlik azon, hogy a megfelelő helyen legyél, a megfelelő időben? Tapasztaltad már ezt? Hogy ott voltál a megfelelő helyen, a megfelelő időben, és szinte semmit nem kellett tegyél, és az áldások csak jöttek, jöttek, jöttek. Amen. Bátorítalak arra, hogy reggel, amikor felkelsz, ugye mondja Isten igéje, hogy keresd először Isten országát és az ő igazságát. Tudom, hogy néha előfordul az, hogy elalszol, és időre kell menjél valahova, és rohannod kell, és nincs időd arra, hogy órákat imádkozzál, de hidd el azt, hogy amikor utazol a munkahelyed fele, arra fele, amerre dolgozol, és ha a szívedbe egy pillanatra elcsendesedsz, és kéred az Urat, hogy vezessen téged, hogy merre menjél, hogy mit csináljál, hogy segítsen, hogy eredményes legyen a mai napod, akkor egész máshogy alakul a napod. Ha esetleg meg tudod azt tenni, hogy tudsz egy annyi időt szakítani, hogy reggel egy 5 percet imádkozol. Hálát adsz az Úrnak, megköszönöd, hogy jó dolgok történnek veled. Hányan várjátok a jó dolgokat minden nap? Reggel fölkelsz, és nem, hogy hétfő. Hanem hétfő van, de jó, halleluja, szuper. A nap, meg a dolgaid úgyis megmaradnak. De az, hogy telik ez a napod, ez sokat múlik rajtad. Hogy nézel szembe vele, és hányan tudjátok, hogy a nagyobb az velünk van, és az Úr öröme a mi erősségünk, hogy ne engedd meg az ördögnek, hogy elvegye a kedvedet, mielőtt még bárkivel is találkoztál volna, hanem töltsél egy kis időt vele. Sokszor azon csodálkozok, hogy reggel fölébredek, nem tudom, hogy neked van-e kedved imádkozni, nekem nem mindig. Fölébredek, és akkor úgy eszembe kell juttassam magamnak, hogy hálás vagy az Úrnak, ugye? Igen. Ugye mennyi jót tett az Úr nekem? Igen, igen, tényleg jó sok jót tett az Úr nekem. Akkor meg kéne köszönni, ugye? Igen. Ugye el kell beszélgessek egy kicsit magammal, és akkor nem tudom, hogy ki hogy van aki gyorsan ébred, van, aki lassan ébred, és akkor el kell jussál oda, hogy akkor a szívedből hálát adsz, és sokszor 1-2 perc reggel megváltoztatja az egész napodat. Egyszer csak már hirtelen olyan vidám leszel, nem is érted, hogy miért. Az Úr fel tud tölteni. Halleluja. Halleluja! Szeretném, hogyha ellapoznátok a Kolosse beliekhez írt levélhez, de mielőtt ezt megtennénk, emeljük fel a bibliáinkat, a telefonjainkat, ami rajta van egy csomó biblia, emeljük fel és valljuk meg, hogy ez itt az én bibliám. Az vagyok, amit Isten igéje mond rólam. Mindaz megvan nekem, amit Isten igéje mond, hogy megvan nekem. Mindazt meg tudom tenni, amit Isten igéje mond, hogy meg tudom tenni. Ma tanulni fogok Isten igéből. Ezért bátran kijelentem, hogy az elmém nyitott, és a szívem befogadó, és többé nem maradok ugyanilyen. Hanem elváltozom az ő ábrázatára. Jézus nevében. Amen. Halleluja. Valakinek a bal füle is gyógyul. Szóval a Kolosse levél 3. fejezetére kérlek, hogy lapozzatok el, és a 10-es verstől kezdjük el megnézni. Szeretnélek emlékeztetni arra, amit az előbb kimondtál, hogy amit mond Isten igéje, hogy tegyél meg, azt te meg tudod tenni. Amit Isten mond neked, hogy tedd meg, azt meg tudod tenni. Amen. Hányan hiszitek ezt? Hogy Isten nem kért soha senkitől olyat, amit nem tudna megtenni. Halleluja. 10-es vers,
Kolossebeliekhez írt levél 3. fejezet 10. vers. És felöltözzétek amaz új embert, aki megújul annak képére és hasonlatosságára, aki teremtette azt. Álljunk meg egy pillanatra. Tehát azt mondja Isten igé, hogy valamit öltözzünk fel. Öltözzük fel az új ember. Tudjuk, hogy van az ó ember, és az ó ember, ez gyakorlatilag az ó emberünk természetéről van szó, és öltözzük fel az új embert, ami az új ember természetéről szól, és azt mondja, hogy aki megújul, annak képére és hasonlatosságára, aki teremtette azt. Halleluja. Hányan tudjátok, hogy új teremtések vagyunk? A régi elmúlt, újjá lett minden. Isten a szellemnek a gyümölcseit is elhelyezte mindannyiunkba, adott nekünk hitet. Ugye hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Isten szeretné, hogy tudjunk tetszeni neki, ezért adott nekünk hitet, az ő szeretetét kitöltötte a szívünkbe, és amiről utána most szó van, az arról van szó, hogy ezeknek a képességeknek, ezeknek a dolgoknak a birtokában nekünk döntenünk kell nap, mint nap, perc, mint perc. Van, aki nem szeret dönteni. Van olyan, aki nem szeret dönteni? Döntsön valaki más? A helyzet az, hogy te is döntesz. Amikor úgy döntesz, hogy nem döntesz, akkor is döntöttél. Hoztál egy döntést. Azt, hogy átadtad valaki másnak a döntést. És nagyon sokszor azok az emberek, akik nem szeretnek dönteni, azoknál nagyon sűrűn kerül valaki más, aki eldönti helyettük pikpak a dolgokat. Nem tudod? Na majd én megmondom, mit csinálják. Nagyon hamar megmondják nekik, és nem biztos, hogy abban az irányba fogják vezetni őket, amerre ők akarnak menni. Úgyhogy bátorítalak téged, hogy ne féljél döntést hozni. Ne féljél döntést hozni. Miért ne féljél döntést hozni? Azért, mert először is veled van az Úr, ő vezet téged. Hányan tudjátok, hogyha meghallod az Urat, és úgy döntesz, hogy őt követed, nem ronthatod el. Amen. Nem ronthatod el. Bármi olyat teszünk, ami... Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, én úgy vagyok vele, hogy inkább szeretnék hibázni úgy, hogy megpróbáltam Istennek engedelmeskedni és követni Istent, mint hogy a félelembe és a tétovasságba ott időzni, és ne csinálni semmit, és ne hozni döntéseket. És ez is egy döntés, és tudom azt, hogy tisztában vagytok vele, hogy bizonyos dolgokat, ha nem döntesz el időbe, akkor lehet, hogy túl késő lesz. És később egészen máshogy kell már a problémával foglalkozni. Ne féljél döntést hozni. Halleluja, így is hozol döntést. Hidd el, az egy döntés, hogy azt mondod, hogy nem akarom eldönteni. Nem tudom eldönteni, nem akarom eldönteni. Most hoztál egy döntést. Ennyi erővel hozhatnál egy jó döntést is, hogy meghallom az Úr hangját. Én az Urat fogom követni, meg fogom hallani, hogy mit kell tegyek. Igen, az Urat fogom követni. Ugye azt mondja Isten igéje, hogy az ő juhai hallják az ő szavát. Halleluja. Hányan vagytok az ő juhai? Azt mondja a Biblia, hogy akkor te meghallod az ő szavát. Hallottam nemrég valakit, aki volt egy esküvőn, és a pásztor arról prédikált valahogy, hogy mi az ő juhai vagyunk, de ő ezt úgy értette, hogy az ő birkái vagyunk. És azt mondja, hogy ez a pásztor birkának nevezte a hívőket. Ó, Isten! És megbotránkozott, és teljesen elegelett az egészből, meg hogy fú, hogy ez egy milyen hely. De hát elég birka valaki, ha ilyenem megbotránkozik, nem egyébként? Tehát, hogy igen, azt mondja Isten igen, hogy ő a jó pásztor, mi pedig az ő juhai vagyunk. De ha akarod, nyugodtan hív magad birkának. Addig, amíg én is egy ilyen birka vagyok, hogy az Urat követem, és én azt látom, hogy az én pásztorom jó irányba vezet. Nekem ez teljesen tetszik, hogy van valaki, akit követek, aki jó irányba vezet. Azt mondja, hogy egy pillanatra maradjunk itt, de, vagy tegyetek be egy könyvjelzőt, de nézzük meg a 23-as Zsoltárt. 23-as Zsoltárt. Én szeretek birka lenni ilyen értelemben. Azt mondja, hogy az Úr az én pásztorom. Én vagyok az ő birkája. Az Úr az én pásztorom, és nem szűkölködöm. Halleluja! Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja. A megigazultság ösvényeim vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyén megyek is át, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vesződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztal terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztod a fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizony jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig. Halleluja! Milyen jó dolga van ennek a birkának, nem? Akit a jó pásztor vezet, csendes vizekhez terelgeti, füves legelőkön nyugtatja, a lelkét is megvidámítja. Halleluja!
Én nem bánom, hogy sokszor leszektáznak minket, mert Jézusba hiszünk, egészségükre. Engem már ezek nem zavarnak. Nem tudom, hogy te hogy vagy vele, ha valaki azt mondja, hogy ez egy szekta. Régen mérges lettem, amikor azt mondták, hogy fú, te is ilyen szektás, hogy nem, ez nem szekta. Mondj el, amit akarsz. Én tudom, hogy hol vagyunk. Tudod, amikor biztos vagy abban, amiben biztos vagy, és tudod, hogy az egy jó irány, amelyre te haradsz, akkor ilyeneken nem fogod fölkapni a vizet, csak mosolyogsz egyet, és nem sokára ő is ott lesz melletted. Halleluja! Majd megtudja ő is, hogy mi ez a hely, ahova mi járunk. Ez a hely az a hely, ahol az Úr Jézus vezet bennünket. És ő füves legelőkhöz és csendes vizekhez vezet bennünket. Halleluja! Vasárnap az is elhangzott, hogy Istennek azok a fiai, akiket Isten szelleme konkrétan vezérel. Amen. Azok, akik újjá születtek, ők Isten gyermekei, de azok Isten felnövekedett fiai, akiket konkrétan vezet Isten szelleme. A napokban a Salomén mosolyogtam egy kicsit, hogy most már kezd nőni, és már egész máshogy gondolkodik, mint régen, és nagyon örül, és most ő esküvői ruhája van, és férhez megy, és ő nem tudom, és már mondja az ilyen dolgokat, nagyon jó, nagyon jó. Igen, ő már nagy, igen, igen, nagy vagy. És azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy sokan mi is vagyunk így szellemi értelemben, hogy mi már azt gondoljuk, hú, eljutottam valahova, milyen jó, hú, és mondjuk az Úrnak, Uram, látod, igen, fiam, nagyon ügyes vagy. És gondolja, hogy ó, ha csak tudnád pár év múlva, hol leszel, milyen dolgokat fogsz tenni, akkor megláthatod, hogy még mennyi jó van még mögött, meg ahogy tovább mész. Hányan hiszitek azt, hogy lehet, hogy változott az életünk azóta, hogy újjászülettünk, és mostanig nagyon-nagyon sokat elhiszed azt, hogy képes az életed tovább jó irányba még ennyit, vagy még kétszer, vagy még háromszor ennyit változni? Hiszi ezt valaki, hogy lehet még sokkal jobb az életem? Lehet, hogy azt mondod, hogy hát az én életem már nagyon jó. Lehet még jobb. Halleluja. A jót lehet fokozni. Egy olyan Istenünk van, aki addig tudja jót fokozni, amíg senki más nem tudja fokozni, és ő nála nincs olyan, hogy kifogyott, hogy na, elértél, kész, ennyi, nincs több. Nem. Az ő forrásai kifogyhatatlanak. Halleluja. Az idő korszakokon keresztül fog lenyűgözni Isten az ő jóságával. Azt mondod, hogy Uram, ahogy mondja a Zsoltáros, hogy az ő magas helyein jártat engem, hogy Uram, hát ez már haba tortán ez az élet, és azt mondja, van még itt, halleluja. Én benevezek erre, hát nem tudom, hogy ti hogy vagytok. Én ebből kérek, halleluja, amit az ördög tartogat nekem, abból nem kérek. Halleluja, és ő azt mondja, hogy ahhoz, hogy el tudjunk jutni arra a helyre, emlékeztek, hogy a Jézus imáján a mi atyánkon keresztül megnéztük azt, hogy lehetséges az, hogy itt a Földön olyan legyen az életünk, mintha már a mennyben lennénk, hogy Atyám, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy legyen itt a Földön is. Amen. Jézus azt mondta, hogy ezt imádkozok, akkor ez lehetséges. Halleluja. Onnan is tudhatod, hogy ez abszolút lehetséges, hogy lehet, hogy voltál abban a cipőben, vagy ismersz olyanokat, akik úgy érzik, hogy ők a pokolban vannak, pedig itt vannak a Földön. Egy olyan az életük, hogy maga a pokol. Például ezeknek a menekülteknek, akiknek a szemük előtt ölik meg a családtagjaikat, a szeretteiket, és menekülniük kell az életükért, és mindenféle nyitott helyeken alszanak, bevállalják azt is, hogy esetleg útközben meghalnak, élet és a halál között táncolnak nap, mint nap. Milyen lehet az életük, ha ezeket is bevállalják? Mint a pokol szinte. A félelemtől, a kilátástalanság, a reménytelenség, és ha lehet ilyen az életed, mintha a pokolban lennél, hidd el, lehet olyan is az életed, mintha a mennyben lennél. Ezt mondja Jézus, hogy ezt kérjük, úgyhogy ez lehetséges. És emlékeztek arra, hogy beszéltünk róla, hogy a menny nem csak attól mennyország, hogy arany utcái vannak. Elhiszed, hogyha itt is aranyból lennének az utcák, attól nem biztos, hogy boldogabb lennél. Nagyszerű lenne aranyon járni, de aszfalton járni is tök jó, nem? Egyébként. Vagy bemész egy bevásárlóközpontba, márványon jársz, ott is lehetsz nyomorult, ott is lehetsz szerencsétlen, és ott is lehetsz boldog. Amen. Teljesen mindegy az, hogy mind jársz, de a mennyország többek között attól mennyország. Meg vagyok róla győződve, hogy ott mindenki konkrétan megteszi Isten akaratát, cselekszi Isten akaratát, és csak az cselekszi. Amen. És ezért csak az van ott fönt, amit Isten akar. Azaz jó, jó, még jobb, még jobb, még jobb, még jobb. Amen. És ez lehet itt a Földön is. Ha eltökélted a szívedet arra, hogy amikor Isten szól, akkor
mond nekem valamit, akkor nincs ott az ideje, hogy gondolkodjak, hogy akkor most mit fogok csinálni. Amikor Isten tisztán megmondta, hogy tedd ezt, akkor miért kell gondolkodni? Akkor már nincs ott az ideje annak, hogy gondolkodjál, egy dolog van, mikor kezdjem el, Uram? Tudjátok, hogy általában hogy kell ezt elkezdeni, hogy Ábrahám tette. Szólt hozzá az Úr, mit csinált? Másnap kora reggel, hajnalban, lehet még sötét volt, ő már a szamarát nyergelte, és mentek, indultak. Áldott is volt, amen. És mi, hála neki, mindannyian ma áldottak lehetünk, mert ő engedelmes volt. Dicsőség Istennek. Halleluja, és ő lett a mi atyánk. Szóval Isten igé azt mondja, hogy valamit öltözzünk fel. Az a ruha, ami rajtad van, ma csak úgy rád került, vagy ezt felöltözted? Kellett döntsél, hogy mit veszel fel? Hogy ezt veszem fel, vagy ezt veszem fel? Lehet, hogy fölvettél valamit, azt mondtad, ez nem áll olyan jól ma nekem, ma mégse ezt venném, felveszel egy másikat, ez az igazi, vagy csak nézed a szekrénybe, ez nem, az nem. Na, ez az. Én szoktam keresni az Urat, nem tudom, hogy ti szoktatok-e. Benézek a szekrénybe, és nézegetem a ruhákat, és keresem, melyikkel van békességem. És általában azokat veszem fel, amivel békességem van. Ez jó, és van olyan, hogy oda nyúlok egyhez, és érzem, hogy nincs békességem, megyek tovább. És akkor addig keresem, amivel békességem van, fölveszem, tök jól érzem benne magamat. Az Úr ebbe is szívesen segít neked, hogy melyik ruhát vedd fel. Halleluja! Isten szeretne minden apró részletben részt venni az életedben. Halleluja! Sokszor érezheted úgy magad, hogy én nem akarom ilyen kis aprósággal zargatni az Urat, hogy most milyen ruhát veszek fel, nem mindegy. Tudod, ha neked nem mindegy, neki sem mindegy, te fontos vagy neki, amen. Ő szeret téged. Ha valami neked számít, szeretnél jól nézni ki, szeretnéd, hogy csinos legyél, szeretnéd, hogy jó megjelenésed legyen, akkor ő is szeretné. Fontos neki. Ha neked fontos, neki is fontos, és szívesen részt vesz benne, és hidd el, hogy nincs jobb tanácsadód, mint ő. Ő megmondja az igazat, sőt, csodálatos kezei vannak, amen. Át tud alakítani dolgokat, ahogy senki más. Szóval ő azt mondja, hogy öltözzétek fel az új embert. Ezek szerint, ha nem döntünk úgy, hogy az új embert öltözzük fel, felöltözhetünk valaki mást is. Ha ott van az egyik ruha, és ha nem azt veszed fel, előfordulhat, hogy egy másikat veszel fel, könnyen lehet. Ez egy döntés kérdése, hogy mit fogsz felöltözni. Hogy milyen természetnek nyitod meg magad, ez a te döntésed. Amen. Nagyszerű, hogy hívők vagyunk, a nagyobb van bennünk, de jobb, hogyha tudod azt, hogy Isten a döntéseket a mi kezünkbe helyezte. Azt mondta, hogy előtökbe adtam az életet, a halált, válaszd az életet. Ha Isten valamibe szeretne választani helyettünk, az az lenne, hogy az életet válasszuk, és ezt sem teszi meg. És az apró dolgokat sem teszi meg, hanem a választás jogát átadja nekünk. De hányan tudjátok, hogy Isten nem hagy minket bizonytalanságban, hanem segít a választásba. Ő elmondja, hogy ő melyiket javasolja, hogy választ, de a döntés, hányan tudjátok, hogy a mi kezünkben van. Szeretném ezt tudatosítani ma egy kicsit bennetek, hogy minden alkalommal, minden cselekedeted előtt, a gondolataid előtt döntesz, és a döntés a te kezedben van, hogy mind gondolkodsz. Valaki bántott téged, gondolkodhatsz azon, ami tett veled, ami történt veled, vagy Isten igen, mit mond? Csak segítsetek csak azokon, kicsit hangosabban, amik igazak, tisztességesek, jó hírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret. Mind kéne gondolkodjunk. Hányan kapjátok magatokat időnként rajta azon, hogy a nem jó dolgokon gondolkodsz? Hogy ki mit tett, mit nem tett, miért ez van, miért úgy van, miért amúgy van. A döntés, ez a te döntésed, te döntöttél úgy, hogy ezeken fogsz gondolkodni. És a helyzet az, hogyha sokáig tesszük, egy idő után ebből szokás lesz, és észre se veszed. Automatikusan eldöntünk dolgokat, mielőtt észbe kapnánk, ezt meg kell változtatnunk. És tudatosan kell megváltoztassuk. Emlékeztek, a Szilvi is prédikálta nem olyan régen, hogy valamiért így van ez, hogy a rossz dolgok ragályosak, a fertőzések, a vírusok, a baktériumok, a különböző betegségek, semmit nem kell csinálni, csak ott kell a közelében legyél, és rád ragad, ragályos. Míg a jó dolgok nem ragályosak. A jó dolgokat tudatosan választani kell. A jó dolgokat elmondja Isten, de neked ezt választanod kell. Hányan szeretnétek ezt a jó szokást felvenni, hogy mindig jó döntéseket hozni?
hogy mindig a jó dolgokat szeretném választani. Mi a jó dolog? Mindig az a jó dolog, amit Isten mond, amen. Istentől csak jó dolgok jönnek. Ha Isten azt mondja, tedd ezt, akkor ez egy jó dolog. Ha úgy döntesz, hogy azt fogod tenni, amit Isten igen mondott, jól döntöttél, amen. Mit kell tegyünk? Meg kell újítsuk az elménket, hogy ismerjük, hogy mit mond Isten igen bizonyos helyzetekben. És ha tudod, és azt teszed, akkor győztes leszel. Például egy történet, ami eszembe jutott Kenneth Hagenről, hogy épp egy városba szolgált, napi kétszer prédikált egy nagyobb gyülekezet előtt, és emiatt hát elég elfoglalt volt, gondolom, kereste az urat, készült, stb. És a közeli városba volt valami családi ügyük, elintézni valójuk, és éppen arra járt az ő Dub testvére, aki tudjuk, hogy végül megtért, és mondta, hogy hát ő elmegy, és akkor elintézi. Mondta, hogy nagyon jó, mert hogy ezt a ügyet el kellene intézni. Elment a Dab testvére, visszajött, és mondja, hogy hát sajnos nem nagyon járt sikerrel, mert gyakorlatilag hát kiátkozták el, lekáromkodták a fejét, és elküldték, és nem tudta elintézni ezt a dolgot. És ó, mondja, drága, na, hát te még egy kis csecsemő vagy az Úrban, hát te még nem tudod, hogy kell kezelni ezeket a helyzeteket, nem baj, én elmegyek és megcsinálom. Jobb, ha nem mész oda, mert még meg is vernek téged, mondta neki a testvére. Mondja, nem, majd én tudom, majd elmegyek, tudom, hogy mit kell csinálni, én elmegyek. És végül elment, és azt fogadta, hogy bement egy házba talán, és ahogy jött ki, hallotta, hogy egyik rokona közeledett, onnan tudta, hogy torka szakadtából üvöltött, és mindenfélét mondott neki már messziről, és nem jött le egészen a lépcsőről, egy vagy két lépcsőfokkal följebb állt ez a hölgy, egyre közeledett hozzá, azt mondja, a felét nem hallotta, de nem is akart figyelni rá, amilyen dolgokat mondott, aztán közel jött, és mindent mondott, hogy őt senki nem fogja kipenderíteni, meg meglopni, meg mindent mondott, és Hagen semmit nem mondott, ott állt, egy szót se szólt, és ez folytatta, egész közelért, és mindent mondott neki, folytatta, és magába imádkozott, nagyobb az, aki bennem van, nagyobb a szeretet, ami bennem van, mint ez a gyűlölet, ami ő benne van, és mondja, hogy hát lehet, hogy egy ilyen kósza, ilyen szánalmas pillantás esetleg keresztül mehetett rajta, mert egyszer csak ez az illető elhallgatott, megfogta a kezét, megcsókolgatta, a fejére tette, mondta, hogy imádkozz értem, szükségem van imára, imádkozz értem, ó, mindannyiunknak szükségünk van imára, imádkozz értem, és ott kért bocsánatot. Később az történt, hogy azok a személyek, akikkel a legnehezebb volt neki kijönniük, a legnormálisabban viselkedtek, és el tudták intézni az ügyüket, és minden megoldódott úgy, hogy tudta, hogy neki ebben a helyzetben szeretetben kell járnia, ő ezt megtette. Mit mond Isten igye, hogy mit tegyél ilyenkor? Amen, szeressük az ellenségeinket. Ugye, ahogy ő ezt megtette, egyből győzelemre fordult a helyzet. Tudod, hogy ugyanez a helyzet velünk is. Bármilyen helyzetben vagyunk, az a kérdés, hogy mit mond nekünk Isten, hogy mit tegyünk most, ebben a pillanatban. Tudod, amikor Jézus ott volt a házasságtörésen kapott asszonnyal, biztos vagyok benne, hogy először Jézus se tudta, hogy mit kéne most mondjon. És lehajolt, és írt a földre, és közben kereste az Urat, hogy Uram. És amikor megvolt, egyből felállt. És akkor mondta, és halleluja. Lehet, hogy bármi mást mondott volna, vesztes lett volna, de amikor az Úr mutatta meg neki, hogy mit mondjon, akkor győztes. Te is ugyanígy győztes vagy. Ha vagy egy helyzetben, nem tudod, hogy most mit kéne tegyél, keresd az Urat. Halleluja. Ezért jó, ha olyan kapcsolatban vagy az Úrral, hogy napi szinten többször tudsz vele kommunikálni. Mindig ez nyűgöz le a legjobban engem, amikor beszélek ilyen más vallású, más hitű emberekkel, hogy az az Isten, akihez te beszélsz. Ő szokott neked válaszolni? Hát nem. Mondom, az Isten, akiről mi beszélünk, hogyha te kérdezel tőle, ő válaszol. És szinte nem hiszik el, hogy ugyan, hogy válaszolna már neked. Mondom, ott bent, persze. Hányatoknak válaszolod bent? Kérdeztél, és megmondta, és mutatta, és megtette. Halleluja. Tudod, milyen jó az, hogyha ez annyira bensőség, és ő veled van mindig, de hogyha ezt a kapcsolatot ápolod, akkor folyamatosan vezet. Amen. Folyamatosan szól hozzád. Valaki leüvölti a fejedet, ő közben mondja, hogy csak nyugi, minden rendben van, vegyél egy mély levegőt, én szeretlek, és csak mondja a másik, és te csak örvendezel, de jó, szeretsz engem, uram, de jó, köszönöm, halleluja. Mikor befejezte, akkor az Úr mutatja, mosolyog egyet, aztán menj tovább, megáldott, ott se vagy, nem kell, hogy mérges legyél. Halleluja. Szóval öltözzétek fel az új embert, amely megújul annak képére és hasonlatosságára, aki teremtette azt.
Itt már nincs többé görög vagy zsidó, körülmetélés vagy körülmetéletlenség, idegen, szkűtai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Öltözzétek föl azért, mint Istennek választottai, szentek és szeretettek, a könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg kölcsönösen egymásnak, ha valakinek a másik ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Halleluja! Tudjátok, hogy milyen érdekes az, hogy az új szövetségben, mi ugye nem vagyunk az ószövetségi törvények alatt, hanem egy új parancsolatunk van. Egy új parancsolatunk van összesen, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok ezt. Nagyon sokan úgy értelmezik, hogy mindenkit szeretni kell. Nem ezt mondta Jézus. Amen. Azt mondta, hogy szeressétek egymást. Ő a hívőknek beszélt, és a hívőkről beszélt. Arról beszélt, hogy mi hívők szeressük egymást. Ha körbenézel a gyülekezetbe, akkor nagyon sokszor nem konkrétan rólunk beszélünk, hanem a nagyobb gyülekezetben, meg úgy egyáltalán, akkor azt látod, hogy a hívők haragszanak a hívőkre. Valaki a helyemre ült, valaki csúnyán nézett rám, valaki nem köszönt, valaki sokat dumált, van, aki beszólt nekem, van, aki... És azzal vagyunk elfoglalva, hogy nem tudjuk szeretni egymást. És azt gondoljuk, hogy akkor most azt kell csinálni, hogy keresek magamnak valaki mást, valaki újat, majd őt szeretem. Kimegyek az utcára evangelizálni, őket szeretem, de mi van azokkal, akik ott vannak melletted nap, mint nap? Mi van a munkatársaiddal? Mi van a családtagjaiddal? Mi van azokkal, akik közvetlen közeledben vannak? Jézus azt mondta, hogy erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Itt a következő ige azt mondja, hogy a 14-es, hogy mindezeknek fölébe pedig öltözzétek fel a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. És az Istennek békessége uralkodjék a szívetekben, amelyre el is hívattatok, egy testben, és háládatosak legyetek. Tehát azt mondja itt, hogy mindezeknek fölébe öltözzétek fel a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. Én azt vettem észre, hogy ez az ige nagyjából azt jelenti, ez a tökéletességnek kötele, amikor felöltözöd a szeretetet, ez a szeretet olyan, mint egy kötél, ami tökéletesen összetart mindent. Bármilyen család, bármilyen vállalkozás, bármilyen gyülekezet, ahol a szeretet köti össze az embereket, az erős, az növekszik, az megmarad, az a család, az a gyülekezet, az a cég, az a vállalkozás, az a barátság akár, ahonnan elkezd hiányozni a szeretet, az szétmegy. Bármi legyen az. Sok család, sok keresztény család elválnak, szétmennek, és ha igazán megnézed az okokat, akkor valószínűleg ez azért történt, mert egy idő után elfelejtették felöltözni mindenek fölé, mindezek a jó dolgok fölé, hogy könyörületes szív, meg a jóságosság, meg az alázatosság, a szelídség, meg a hosszú tűrés fölé elfelejtették felöltözni a szeretetet, amely a tökéletesség kötele. Úgy hiszem, hogy az Úr ma szeretne egy kicsit emlékeztetni minket arra, hogy ő adott nekünk egy parancsolatot, és azt hiszem, hogy ezt is úgy mondja nekünk az Isten, hogy ha az 1 János 4-re ellapoznátok, és a 7-es verstől néznénk meg, meg vagyok győződve róla, hogy ezt az Úr akarja nekünk szólni a mai napon. Nem neked, nekünk, mindannyiunknak, nekem is szükségem van erre. Hallanom kell, meg kell újítsam az elmémet, és jobban oda kell szánnom magam neki, átadni magam neki. Azt mondja itt, hogy szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, az én Bibliámban hozzáírtam, hogy ez a szó bennünk, ez hémin szó, és azt is jelenti, hogy nekünk, hozzánk, velünk. Hogy jelentheti ezt is, hogy bennünk, de azt is, hogy hozzánk. Tehát, hogy azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete hozzánk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten a világba, hogy éljünk általa.
Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Halleluja. Szeretnélek egy kicsit arra emlékeztetni, és szeretném, hogyha kicsit emlékeznénk mindannyian arra, hogy mennyire szeretett bennünket Isten. Nem tudom, hogy te milyen voltál, amikor Isten megtalált. Én ismerem magamat, hát nem túl sok szeretnivaló volt bennem. Mielőtt újjá születtem volna. Ha Isten szemszögéből nézzük, káromkodtam, ha kedvem volt, éppen ittam, eljártam diszkókba, csináltam, szinte csak olyan dolgokat csináltam, ami nem tetszett Istennek. És azt mondja a Biblia, hogy ennek ellenére Isten szeretett. Ha a Rómaiakhoz írt levélre ellapozunk, Rómaiakhoz írt levél, 5. fejezet 5. versére, és azt olvassuk itt, hogy Rómaiakhoz írt levél 5. fejezet 5. vers, és azt olvassuk itt, hogy a reménység pedig nem szégyenít meg, mert Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nékünk. Halleluja. Istennek a szerelme, Istennek a szeretete kitöltetett a mi szívünkbe. Halleluja. Mert Krisztus, mikor még erőtlenek voltunk, a maga idejében meghalt az istentelenekért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, ám jóért tán csak meg merne halni valaki, az Isten pedig hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Mindenekután azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megmenekülünk a haragtól ő általa, mert ha mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel, az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, miután megbékéltünk vele. Halleluja! Ugye tudjátok azt, hogy nagyon könnyű szeretni azokat az embereket, akik szeretnek minket. A közben lapozzatok el, kérlek, a Máté Evangélium 4. fejezetére. Máté Evangélium 5. fejezet. És a 44-es verset nézzük meg. Halleluja. Máté Evangélium 5. fejezet és a 44-es vers. Azt mondja, hogy én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és üldöznek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is, nem ugyanazt cselekszik-e? És ha csak a ti atyátok fiait köszöntitek, mit cselekedtek másoknál többet? Nem, de a vámszedők is nem azonképpen cselekszenek-e? Legyetek azért tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Halleluja. Mit mond Jézus, hogy szeressük az ellenségeinket? Az a példa, amit az előbb felhoztam, pontosan erről szólt, ugye, hogy volt Hagennek egy ellensége, aki nem is tudta, hogy Hagen nem az ő ellensége, de ő annak tartotta magát, és oda ment, és üvöltött, és mindent csinált, és mit mond Jézus, hogy mit tegyél egy ilyen helyzetben? Nagyon könnyű szeretni azokat, akik aranyosak hozzánk, akik kedvesek, akik soha nem hazudtak a hátunk mögött, akik mindig segítőkészek nekünk, de mi van azokkal a, és most hadd fogalmazok így testvérekkel, akiket nem bírsz ki, hogy közel legyél hozzá, akik irritálnak, akiket nem akarod látni, akiket nem akarsz hallani. Tudod-e azt, hogy Jézus azt mondta, hogy őket szeresd? Nem azt mondta, hogy őket is, hanem őket. Őket szeresd elsősorban, azokat a testvéreket. Hányan hiszitek, hogy a gyülekezeten belül kéne legyen a legkönnyebb szeretnünk egymást? Először is az első kérdést tegyük fel magunknak, hogy lehetséges, hogy még azokat a testvéreket is, akit egyébként ugyannyira magától nem jön, hogy szeressek, valóban tudom őket is szeretni? Valóban képesek vagyunk azokat a testvéreket is szeretni, akik egyébként annyira nem szeretetre méltónak tűnnek így elsőre? Ha Isten igé azt mondja, hogy ezt tegyük meg, akkor ez mit feltételez? Hogy igen. Mindazt meg tudom tenni, amit Isten igé mond, hogy meg tudok tenni. És Isten igé azt mondja, hogy ezt tedd meg,
akkor először is ezt meg tudjuk tenni. Hogyan tudjuk megtenni? Nemrég olvastam Hagen egyik könyvében, hogy ezt csak azok a hívők tudják megtenni, akik újjá születtek. Ugyanis ezt az isteni fajta szeretettel tudod csak megtenni. Ugyanis van az emberi szeretet, és van az isteni szeretet. Van az emberi szeretet, ami szeret addig, amíg te is szereted őt, jó hozzád, amíg ő, jó esetben jó hozzád, amíg te jó vagy hozzá. De van egy isteni fajta szeretet, ami kitöltetett, ahogy olvastuk az előbb, kitöltetett a szívünkbe, ezzel a szeretettel olyan embereket is tudunk szeretni, akik nem szeretetre méltók. Ugye mondja azt Isten igye, hogy legyünk Istennek az utánzói. Tudod, Istennek az egyik tulajdonsága az, hogy ő jó a gonoszokhoz és a háládatlanokhoz is. Gondolkodtál ezen? Olyan sokszor az emberbe felmerül feljön egy olyan érzés, amikor igazságtalanság éri, amikor valaki más ki akar használni, előnyt akar húzni abból, hogy mondjuk ismert téged, meg hogy megteszel valamit, és az emberbe följön az, hogy ilyenkor betartson. De mit mond nekünk Isten? Ugyanis ez a hústestünk természete, ami ilyenkor lázad, hogy képzeli, hogy ő ezt teszi. Mit gondol ki ő? Hogy teheti ezt velem? Feljön a hústest bennünk. Nem beszélhet velem így, nem mondhat nekem ilyet. Hogy teheti, hogy ezt mondta? Az isteni szeretet pedig mit mond benned? Imádkozz érte. Voltál már úgy, hogy valakire annyira haragudtál, hogy nem tudott rávenni Isten, hogy imádkozzál? Én voltam így. Valaki nagyon-nagyon-nagyon megbántott, és nem csak Isten mondta nekem, hogy imádkozzak, hanem a pásztorom is, hogy imádkozzak érte. Mondtam, hogy jó. Másnap fölhívott neki, hogy na, imádkoztam? Nem. Jó, azért imádkozzak, nyugi, azért minden rendben, ezt imádkozzak. Jó, fölhívott másnap. Na, imádkoztam? Nem. Hát pedig jó lenne. Vagy 3-4 nap telt el, amíg eljutottam odáig, hogy imádkozzak, és nem sok kedvem volt hozzá, elmondom őszintén. De imádkoztam, a pásztorom megmondta, hogy melyik imád. Mondom, jó, mindegy. Igazából őszinte leszek hozzátok, csak miatta imádkoztam. Semmi más miatt nem imádkoztam. Nem érdekelt, hogy tudom, hogy Isten ezt mondja, nem érdekelt, hogy tudom, hogy ez az ige, az indulataim annyira eluralkodtak fölöttem, hogy semmi kedvem nem volt hozzá, és nem is tettem meg napokig. Az eredmény az lett, hogy végül rávettem magam kis noszogatás után, hogy na, azért jó lenne egy kicsit imádkozni érte. De azt mondtam, hogy jó, imádkoztam, és nem éreztem semmi különösebb dolgot, de mikor legközelebb találkoztam azzal az illetővel, előtte leharapta a fejemet nagyon-nagyon csúnyán, és mikor legközelebb találkoztam vele, mintha országos barátok lettünk, mintha semmi nem történt. Uram Isten! Később rájöttem arra, hogy ez az ima, ez nagyon jó. Ezt az imát utána többször elővettem, mikor valakinek baja van velem, tudom, hova kell nyúlni. És tudom, hogy mit kell csinálni, hogy ilyenkor imádkozok érte. Halleluja! Ha valakinek baja van velem, elmondom nektek, melyik ez az ima, nem titok. Amint ő van, úgy vagyok én is a világban. Ez az egyik imakönyvünkben benne van, és a jó hír az, hogy az én helyet ki tudod cserélni azt ént, és berakod az illetőnek a nevét. Én át is írtam a számítógépemen, gyorsan beírtam oda a nevét, és amikor valakinek baja van velem, akkor fogom, előveszem, megáldom, imádkozok, összekötöm a gondolatait az Úr Jézus gondolataival, az akaratát, az Úr Jézus akaratával, őt, Isten vezető, én szeretem, én megáldom, és mikor legközelebb találkozok velem, mint akit kicseréltek. Halleluja. Ha ezt még nem tapasztaltad, ajánlom figyelmedbe. Nevetni fogsz, örülni fogsz, amikor ezt megtapasztalod, hogy egyik pillanatban a legnagyobb ellensége vagy, és semmit nem csinálsz, csak imádkozol, és mint akit kicseréltek. Legközelebb látod? Csak így magadba gondolkod, ezzel meg mi történt? Hányan tudjátok, hogy mit mondott nekünk Isten? Olyan sokszor érezhetünk frusztráltságot, amikor emberekkel való kapcsolatról beszélünk, mert nagyon sokszor akarjuk megváltoztatni a másikat. Látjuk, hogy ilyen meg olyan hibája van, és szeretnénk, ha megváltozni, és akarjuk megváltoztatni, és nem tudjuk, és olyan frusztráltnak érzed magad. Isten sosem mondta nekünk, hogy mi változtassuk meg őket, ő azt mondta, hogy szeressük őket. Amen. Amikor szereted, mit mond itt Isten ígé? Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és üldöznek titeket. Nagyon könnyű imádkozni azért, aki éppen küldött neked egy adományt. Éppen megajándékozott egy gyönyörű szép ruhával, ami pont jól áll neked, és hó, dicsőség Isten, ó, köszönöm Uram, hogy van ez a testén, áldott legyél Uram, halleluja. De mi van azokkal, akik rálépnek a kisujjadra, akik az idegeiden táncolnak, akiket nem állhatsz ki?
az van velük, hogy meg kell áldani őket. Amen. Ez valami olyan, ami nem fog magától jönni. Ugye hányan tudjátok, hogy na, ez az, ami nem jön magától, hanem ez az, amit tudatosan döntened kell. Hányan hiszitek, hogy ez a helyes dolog egy ilyen esetben? Valaki jön, megtámad, akár szavakkal, akár hogyan, és mit mond Isten igéje? Ha ő bele lehet, hát hogyha ebbe a kategóriába kerülne, mint egy ellenség, vagy ellenségesen viselkedik veled, akkor mit mond nekünk az ige, hogy szeressük őket. Amen. Halleluja. És áldjuk meg őket. Nagyon sokan imádkoznak az ellenségeikért. Tudod, hogy imádkoznak? Atyám, szakadjon rá a mennykő. Érje baleset őket. Uram, nem hiszem, hogy... Uram, ezt nem hagyhatod szó nélkül. Tudod, hogy mit tett velem? Uram, ítéld meg őket. Ítéletet sulcsálj rájuk, Uram, a Jézus nevébe. Ez nem maradhat így. Uram, 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 tegyél igazságot. Állj, bosszút értem, Uram. Hányan tudjátok, hogy Jézus nem egészen erről beszélt, amikor azt mondta, hogy imádkozzatok az ellenségeitekért. Uram, törjön el a lába. Kerüljön kórházba. Isten meg se hallja az ilyen imákat. Sőt, azt mondja, hogy az ok nélkül való átok visszaszáll annak a fejére, aki ezt mondja. Nekünk nem így kell imádkoznunk. Amen. Áld meg azokat. Megáldani valakit azt jelenti, hogy jót mondasz neki. Amikor én ezt először kezdtem gyakorolni, hú, az agyam teljesen, mintha így hátrafele ment volna. Hogy legszívesebben nem azt kívántam volna nekik, amit konkrétan tettem, hogy Uram, adj nekik békességet. Add meg a szívük kívánságát. Bármire szükségük van, Uram, töltsd be nekik a Jézus nevébe. Arra gondoltam magamban, hogy bárcsak sose látnám többet. És azt mondod ki, hogy Uram, áld meg őket. Köszönöm, hogy vannak itt nekünk. Dicsőség neked, Uram. Hányan hiszitek, hogy ehhez kell egy kis akarat? Kell az, hogy eldöntöttem, hogy én Isten igét fogom követni. De ami ezt fogja követni, az egy dicsőség lesz. Amikor Isten megdicsőíti magát egy ilyen helyzetben, amikor valaki, aki teljesen ellenséges volt, hirtelen az oldaladra fordul. Kenneth Hagennek egy másik történetét hadd idézem, egy női prédikátorral történt, aki tudjátok, hogy régen nem volt igazán elismert és elfogadott dolog az, hogy nők prédikálnak. Hála az Úrnak, sokan szenvedtek egyébként, emiatt sokakat megöltek, üldöztek, és sok nehézségen mentek keresztül, hogy ma ez már nem akkora probléma, már simán elfogadják, főleg itt elfogadják a mi köreinkbe a női prédikátorokat. Na de ott nem ez volt a helyzet, és gyülekezetet indított, és volt ott egy pásztor, aki nem csak, hogy nem szerette női szolgálókat, de úgy nagyjából a nőket, mint olyanokat nem szerette egyáltalán. És ez a nő ott szolgált az ő városába, és ő nem volt szívbajos, kiprédikálta, ellene prédikált, név szerint megemlítette, teljes mértékben ellene ment ez a nő, meg imádkozott, kérdezte magába, Uram, mit tegyek, Uram, mit csinálják? És az Úr azt mondta neki, hogy küld neki egy adományt. Áld meg őt, vessél neki, és megtudta, hogy az ő gyülekezetük éppen küszködött anyagi nehézségekkel, meg akarták venni az épületüket, és ugye nem volt pénzük, és ez a hölgy pásztor küldött egy nagy adományt, nem telt el sok hét, hogy ez a nő annak a másik pásztornak a gyülekezetébe prédikált. Halleluja! Tudjátok, hogy a szeretet az a fegyver, ami ellen nincs, nem tudnak védekezni. Nem tudják kioltani, nem tudják elfojtani, nem tudják megölni. Tudod, amikor Istvánt keresztre, nem keresztre feszítették, hanem megkövezték, és azok, akik őt kövezték, ha láttatok ilyen kövezéses videót, ugye, amit a tévében mutatnak, olyan kis kövecskéket dobálnak, az mese habbal. Hogyha valaki már látott ilyet, én egyszer láttam egy ilyen videót a neten, senkinek nem ajánlom, hogy megnézd, felfordult a gyomrom, ahogy arabok megköveztek egy nőt, ha valaki azt látta, hogy fölvettek egy ekkora nagy szegélykövet, oda mentek a nő fölé, megálltak, és így pám rá a hasára, a bordáira, utána felvették azt a követ, és még egyszer. Szörnyű dolog. Azt, hogy István nem így kövezték, meg ilyen kis kavicsokkal dobálgatták, hanem úgy kövezték meg, hogy ő azt érezte, nem csak, hogy érezte, hanem nagyon röviden bele is halt. Az utolsó szavai az voltak, hogy Uram, bocsáss meg nekik, nem tudják, hogy mit cselekesznek, Uram, bocsáss meg nekik. Meg tudjuk tenni azt, hogy azok, akik üldöznek, azok, akik rosszat tesznek velünk, azokat megáldjuk. Nem csak Jézus volt erre képes, aki ugye ezt ugyanígy megtette, hanem megtette ezt István, és még sok más keresztény ezt megtette, és hányan hiszitek, hogy mi is meg tudjuk tenni azt, hogy meg tudunk bocsátani valakinek, aki a helyemre ült vasárnap, vagy kedden, vagy akármikor.
Vannak emberek, akik ilyen miatt nem jönnek gyülekezetbe. Vannak emberek, akik apró dolgokon megsértődnek a testvérükre, elmaradnak belül ezért a gyülekezetből, és kivel szúrtak ki? Nem látják azt, hogy ha az Úr mellett vannak, és hogyha az Úrral közelségben vannak, akkor az Úr egyre följebb emeli őket. Sokan nem látják a fontosságát a gyülekezetnek, de hidd el, azok az emberek, akik egy idő után elszakadnak a gyülekezettől, már úgy értem, hogy mindegyiktől, mert az, hogy elmegy valaki innen, és elmegy egy másik gyülekezetbe, az még egy jobbik eset. De amikor úgy elszakad a gyülekezettől, hogy egyáltalán nem jár gyülekezetbe, tudod, mi történik? A világ beszippantja őket. Megszűnnek az elméjüket megváltoztatni, azt gondolják, elég erősek ők, hogy ott maradjanak, de mit mond az ige, hogy a jó erkölcsöt megrontják a rossz társaságok. Kikerül egy ilyen társaságból, visszakerül a világba, és mit mondott Jézus arról, aki miután ugye kitisztítatott, és az ördögöket kiűzték belőle, és visszaesik, és az ördögök visszajönnek, akkor szól még másik hétnek, és annak az embernek az utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél, rosszabb lesz az elsőnél. Vissza tud süllyedni egy olyan ember, hiába járt a gyülekezetbe, mélyebbre, mint ahonnan Isten korábban kihozta, sokkal mélyebbre. Óriási nagy védelem van a nyájban. Hányan tudjátok azt? Halleluja, jó pásztor, távol tartja a farkasokat, a gonoszokat, és megvédelmezi őket, és legelteti őket, és növekednek. Halleluja, ha valaki megsértődik, az előbb azt olvastuk, hogy öltözzük fel az alázatosságot. Tudod, hogy mennyit segítene az, hogyha ha valóban ezt az alázatosságot felöltöznénk, mint egy ruhát, hogy tudatod magaddal azt, hogy halleluja, nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van, én Isten gyermeke vagyok, halleluja, én vagyok valaki, de amikor más emberekre kerül a sor, akkor úgy tekintesz a többiekre, hogy nem vagyok jobb egyik másik embernél se. Hogy amikor valaki bűnt követ, akkor nem azon gondolkodsz, hogy hogy tehette ezt meg, én soha nem tennék ilyet, én mennyivel jobb vagyok, ó, milyen kis kezdő, hanem hányan tudjátok, hogy amiben mást megítélsz? Láttatok már ilyet? Mentél már ezen keresztül? Ki nem ítélt meg senkit? Még sosem. Voltál már így, hogy valakire azt mondtad, ó, én ilyet sose tennék, és eltelik egy kis idő, és azon kapod magad, pont erről ítéltem meg a másikat. Pont ugyanazt csinálom. Ezt is fog veled történni mindig. Amikor valakit megítélsz, magadat károsztatod, mert ugyanazt cselekszed te, aki ítélsz. Isten igéje igaz. Én ha véletlenül megítéltem valakit, és ez ugyanígy megtörtént velem, én mindig tudatosítottam magam. Isten igéje igaz. Hiába, Isten igéje igaz. Ő azt mondja, hogy ha megítélek valakit, engem ugyanabban vagyok én bűnös. Ez idáig mindig bejött, úgyhogy ezért mondja Isten, hogy ne ítéljünk, mert ugyanezt történik velünk. Halleluja. Itt vagyunk a Mátéban, és azt mondja itt a 5. fejezet 16-os vers. Úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Halleluja. Hányan hiszitek azt, hogy Isten világosságot gyújtott bennünk? Ez a világosság, ez ragyog. Hálát adok Istennek, és kérem, hogy még inkább ez a világosság sugározzon belőlünk. Ma találkoztam valakivel, körülbelül 4 szót szólhattam neki, de egyet se az Úrról, csak találkoztunk, köszöntünk, elmentünk, valaki másnak beszámolt, hogy ő érezte, hogy milyen izé, meg hozé, nem is mondom direkt, hogy minden jó dolgokat mondom, biztos az alapján mondja ezt, amit beszélgettünk, mert szinte egy szót se szóltam neki, csak köszöntem, szia, hello, és kész volt, és hogy ő érezte. A múltkor benn voltunk egy üzletben, ott érezték, valamelyikötök szintén beszámolt, hogy érezték Istennek a jóságát, a szeretetét. Hányan hiszitek azt, hogy annyira be tudunk teljesedni ezzel a szeretettel, hogy ez kiárad belőlünk, hogy túl csordulásig, és tudod, hogy ez hogy kezdődik? Nem tudod úgy szeretni igazán a testvéreidet, ha magadra akarod erőltetni ezt a parancsolatot, hogy Isten azt mondta, hogy szeretnem kell, tök tele van a szeretnem kell, szeretnem kell, szeretnem kell, szeretnem kell. Így nem fog menni. Tudod, hogy fog menni? Hú, én sem voltam piskot, amikor az Úr megtalált. Ha engem szeretett Isten már akkor nekem is szeretnem kell őt. Lehet, hogy én sokkal rosszabb voltam, mint ő. És Isten már akkor szeretett. És Isten őt is szereti. Tudod, hogy tudsz még szeretni? Hogy nem a
az illetőre tekintesz. Azt látom, hogy nagyon sokszor, amikor kiesünk a szeretetből, ez nagyon sokszor azért van, mert az illetőre koncentrálunk. És én nem tudom őt szeretni, mert ő ilyen, meg olyan, meg amolyan. Senki nem azért azt mondta, hogy azért szeresd őt, amilyen. Amen. Hanem azért szeresd őt, aki. Miért szeressük a másikat? Azért, mert Isten nekünk ezt mondta. Amen. Halleluja. Ha valakit szeretünk, ha valamit teszünk, a szívből tegyük, mintha az Úrnak és nem embereknek tennénk. Amen. Elsősorban ne az emberért, ne azért az XY-ért szeresd őt, mert ő olyan, vagy ilyen, vagy amolyan, hanem az Úrért. Meg tudod ezt tenni az Úrért? Hogy szereted őt. Azért, mert az Úr ezt mondta. Hogy azt a szívességet, hogy te őt szereted, ezt nem neki teszed, hanem az Úrnak teszed. Tudod, hogy egész más a felállás? Ha én azt mondom, hogy gyere, tedd ezt meg nekem, és lehet, hogy nincs kedved, az egy dolog, de ha az Úr mondja neked, hogy menj, segíts neki. Ó, itt vagyok, Uram, jövök. Egész más a helyzet. Ne felejtsd el, hogy ezekért mind jutalmat kapunk. De figyelmeztetlek, és magamat is, hogy ezt választanunk kell. Elhiszitek? Nem fog magától megesni velünk az, hogy csak úgy csipőből jött, hogy olyan nagyot mosolyogtál, amikor valaki jól beszólt neked. Mindannyiunknak vannak helyenként olyan pontok, amiket ha megnyomnak, akkor robbanunk. Olyan terület, hogy na csak arról ne, jó? Van, akinek ez az anyukája, ez a terület, hogy bármit mondhatsz, de ha elkezded az anyját emlegetni, na akkor erezd el a hajamat. Van, akinek a ki tudja mi, teljesen mindegy. Azt szoktam mondani a Szilvinek is, meg magamnak is ezt, hogyha rájövök, hogy hol vannak ilyen pontok, ezek olyan pontok, amire az ördög rájött, hogyha ezt megnyomja, akkor te mindig ugyanazt csinálod. Ezért mit csinál? Ting, ting, és szórakozik, megnyomja ezt a gombot. Megint megnyomja. Látod? Akarsz nevetni egyet? Mondja a többiek. Gyere, megnyomja a gombot. És akkor nagyokat nevet rajta. És én azt szoktam mondani a Szilvinek, amikor rájövünk, hogy hoppá, ez egy gomb. Na, ezt roncsuk el. Így tudsz borsot törni az ördög orra alá. Mondja a havereinek, na gyertek, nézzétek meg, mit fog csinálni. Megnyomja, semmi nem történik. Mi van? Nyomkodj, elromlott, mi van vele? Te csak mosolyogsz. Halleluja. Hiszed, hogy el tudsz jutni oda, hogy ami ma kihoz a sodrodból, és teljesen kikelsz magadból, és lehet, hogy már egy fél óra múlva, ha úgy döntesz, valaki ugyanazt megteszi, mosolyogsz. Magadban megáldod őt, ha kell, hangosan megáldod, imádkozol érte, nem úgy, hogy törjen el a lába, hanem Uram, add meg neki a szívek kívánságát. Szerintem régen volt nővel, vagy pasival, add meg neki a párját, Uram, Jézus nevébe. Lehet, hogy rossz lábbal kelt fel, megáldom, Uram, halleluja. Amire szüksége van, jót kívánok neki, halleluja. Tudod, hogy mi fog történni, ha ilyen ellenséges helyzetekben találod magad? Meg fognak fordulni. A szeretet ellen nem tudnak mit tenni. Minket erre hívott el Isten, parancsolatba adta. Lapozzunk el az 1 Jánosra, kérlek titeket. Vasárnap is ezek az igék környékén voltunk. Halleluja. Az 1 János 3, 13-tól nézzük meg. Tudom, hogy nem tűnik túl vidámnak ez a terület, amiről ma beszélünk, de higgyétek el, ahogy elkezded alkalmazni, nagyon-nagyon-nagyon vidámnak fogod érezni magad utána. Azt mondja itt Isten igéje, hogy ne csodálkozzatok, atyám fiai, ha gyűlöl titeket a világ. Mi tudjuk, hogy által mentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánk fiait. Aki nem szereti az ő atya fiát, a halálban marad. Aki gyűlöli az ő atya fiát, minden ember gyilkos az, és tudjátok, hogy egy ember gyilkosnak sincs örök élete, ami megmaradhatna ő benne. Itt az ige azt mondja, de javítsatok ki, hogyha nem jól értelmezem, vagy nem jól értem, hogy aki, tehát abból tudjuk, hogy által mentünk a halálból az életben, mert szeretjük a mi atyánk fiait. Kik az atyafiak? A hívők, a testvérek, a gyülekezeti tagok, hogy így fogalmazunk, ugye így szoktuk ezt sokszor mondani manapság. A gyülekezeti, onnan tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, hogy szeretjük a gyülekezeti tagokat, szeretjük a hívő testvéreinket, szeretjük a másik gyülekezeti tagokat, akik szintén hisznek Jézusba. Azért, mert ők nem így hisznek, vagy nem úgy hisznek, hányan tudjátok, hogy attól még nekünk ez a parancsolat áll, hogy szeressük őket. Ha valakinek ugyanaz az atya, teljesen mindegy, hogy hogyan gondolkodik, ő a testvéred. Ugye? Ha neked van egy testvéred, és ő nem hívő, attól ő még a testvéred. Igaz? Ha ő nem akar hallani az Úrról, és nem akar hallani semmiről, ő még mindig a testvéred.
atyád fia. Ugyanígy azok a testvérek, akik nem a mi gyülekezetünkbe járnak, de járnak gyülekezetbe, hisznek Jézusba, atyánk fiai. Mondhatunk róluk ezt is, azt is, de ők az atyánk fiai, és Jézus azt mondta, hogy mi szeressük őket. Azt is mondja itt, hogy aki nem szereti az ő atya fiát, a halálban marad. Lehetséges ezek szerint, hogy nem szereted az atyád fiát? Tehát meg tudod tenni azt, hogy nem szereted az atyád fiát? Azt hiszem, ez nem kérdés. Ezt mindannyian megtettük, valószínűleg egyszer, vagy kétszer, vagy sokszor. De azt mondja, hogy aki gyűlöli az ő atya fiát, hidd el, hogy ez is lehetséges, hogy még gyűlölni is tudjuk az atyánk fiait. Az előbb azt olvastuk, hogy öltözzétek fel mindezeknek fölébe a szeretetet. Ugyanis, ha nem a szeretet öltözött fel, felöltözheted helyett a gyűlöletet is. Dönthetsz úgy, más szóval megnyithatod magad a szeretetnek, de ugyanúgy, hányan tudjátok, hogy megnyithatod magad az indulataidnak, megnyithatod magad az érzéseidnek, megnyithatod magadat a hústestednek, és ez nem ugyanaz, mint hogy felöltözöd a szeretetet. És azt mondja, hogy aki gyűlöli az ő atya fiát, mind embergyilkos az, és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, ami megmaradhatna ő benne. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket, ami atyánk fiaiért. Én ezt, ahogy ma olvastam, micsoda? Azt mondja, hogy mi is kötelesek vagyunk odaadni az életünket, ami atyánk fiaiért. Ha van valami értékes az életedbe, kész vagy-e odaadni az atyád fiáért? Ha azon múlna az ő élete, ha azon múlna az ő boldogulása, hogy te valamit félretegyél, hogy te valamiről lemondjál, kész lennél-e megtenni azt? Az életed, ami tudod, vannak dolgok, amikre azt mondunk, hogy jó, hát ez az életem, ezért dolgoztam, ebben van mindenem. Kész lennél-e feladni, ha Isten kérné tőled egy atyád fiáért? Főleg egy olyan atya fiáért, aki egyébként nem túl szeretetre méltó. Kész lennél-e? Hányan hiszitek, hogy késznek kéne legyünk arra, hogy bármit, amink van, odaadjuk bármikor egy atyánk fiáért? Nem arról beszélek, hogy add el mindenedet, és add oda egy olyan atyafinak, aki nem tud bánni a pénzzel, és óriási költségekbe és adósságokba verte magát, hanem arról beszélek, hogy késznek kell legyünk, hogy semmi nem szabad az életünkbe többet érjen, mint egy atyafi. Ezt nem, úgy hiszem, hogy ezt nem látjuk ennek a súlyát még igazán, hogy mennyire fontosnak látja Isten a mi atyánk fiait. Hogy mennyire fontos kellene, hogy legyen. De tudod, hogy mi segít ezt egy kicsit jobban látni? Ha valakinek vannak gyermekei, akkor látja ezt meg igazán, hogy egy szülőnek a legnagyobb vágya az, hogy a gyermekei csak békében legyenek. Ne marják, ne falják, ne vitatkozzanak, ne veszekedjenek, ne irigykedjenek, ne féltékenykedjenek, hanem szeressék egymást. Ugye? Amíg még valaki gyermek, ezt lehet, hogy érti egy kicsit, de ahogy gyermeked lesz, ezt igazán meg fogod érteni. Amikor látod azt, hogy mind a kettőt szereted, vagy mind a hármat, vagy az összeset szereted, de amikor marják egymást, most olyan, mintha szívedet csavargatnák, és leginkább azért, mert látod, hogy saját maguknak ártanak, de ők ezt nem látják, tudod, mit látnak? De elvette tőlem, de az az enyém, de én ezt nem akarom most odaadni. Jó, tudom, hogy ez a véde, én vettem el először. És ezt látják, és tudom, hogy ezt kisgyermekek szokták csinálni, de hidd el, a felnőttek ugyanezt csinálják, csak nagyobb játékokkal. Ez az én autóm, ez az én házam, ez az én munkahelyem, ez az enyém. Ugyanezt csináljuk, mint a gyermekek, csak nem vesszük észre. Hányan hiszitek azt, hogy Isten, mint a mi mennyei apukánk, amikor lenéz ránk, azt látja, hogy ezt a gyermekemet is szeretem, azt is, ő ekkor született, ő akkor, ő mindegyiket szeretem. És amikor látja, hogy mi harcolunk egymással, szeressétek egymást. De hányan hiszitek, hogy a döntést átadta, sajnos, vagy hál' Istennek, a mi kezünkbe? És mi döntjük el, hogy minek nyitjuk meg magunkat? Azt mondja itt az ige, és szeretném még egyszer, hogy olvassuk már el ezt az igét, a 16-osat együtt hangosan, jó? Kész vagytok? Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánk fiaiért. Halleluja! Nagyon izgalmas igevers ez, de igaz-e? Hányan hiszitek, hogy milyen jó lenne, ha eljutnánk annyira arra a pontra, hogy például nekem a számomra az is idegen volt, hogy sok
amerikai prédikátor beszél erről, többek között emlékezetembe hozta az úr, amikor a Robert May volt itt ebben az épületben is prédikált, és arról is prédikált, hogy az emberek sokkal értékesebbek, mint a tárgyak. A tárgyakat meg lehet javítani, lehet újat venni helyette, embereket megjavítani, meggyógyítani sokkal nehezebb. Valaki tönkretesz egy tárgyat, és van, hogy ezért embereket megsebzünk, vagy megsebezhetnénk, mert tönkretett egy tárgyat, az a tárgy pótolható, azt meg lehet javítani, azt meg lehet ragasztani, helyre lehet hozni. Mennyivel nehezebb az embereket? Mennyivel vagyunk értékesebbek a tárgyaknál? Gondolkodtál azon, hogy mennyit érsz igazán? Sokszor nincs elég önbecsülésünk, de hogyha elgondolkodsz azon, hogyha ha valaki, akinek éppen valamelyik szerve nem működik, és várna egy donorra, mennyi pénzt lenne hajlandó adni azért, hogy valaki adjon neki egy szervet, szinte mindenét odaadná, csak hogy az élete megmaradjon. Nem? Van, aki olyan helyzetben, hogy bármit megfizetne, és az csak egy szervről van szó. Mennyit érünk? Rengeteget, sokkal többet bármilyen tárgynál, bármilyen eszköznél. Tönkreteszi valaki a számítógépedet? Mennyivel ér többet az a személy, aki ezt megtette? Ez csak egy gép, veszünk egy másikat, áldottak vagyunk, halleluja. Dicsőség Istennek? Ez a számomra furcsa volt, de az, hogy bármelyik testvérünk többet kellene érjen mindannál, amink van, azért ez egy kicsit furcsa gondolat a számomra. Többet kellene érjen az autódnál, a lakásodnál, mindennél. Látjuk ezt így? Ha ezt valóban így kezelnénk, Jézus mit mondott, amikor levette, nézzük meg egy pillanatra a János evangélium, azt hiszem 13. fejezet. János evangélium 13. fejezet, és... és a 2. verstől, hogy vacsora közben, mikor az ördög belesúgta már az iskarioti Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja előtt, tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott neki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, felkel a vacsorától, leveti a felső ruháját, és egy kendőt vevén körülköti magát, aztán vizet tölt a medencébe, és kezdi mosni a tanítványok lábait, és megtörölni a kendővel, amely körül van kötve. Méne azért Simon Péterhez, és azt mondanék ki, Uram, te mosod-e meg az én lábaimat? Felele Jézus, és mondanék ki, amit én cselekszem, azt te most nem érted, de ezután majd megérted. Mondanék ki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha? Felelenék ki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondanék ki Simon Péter, Uram, ne csak a lábaimat, hanem a kezeimet és a fejemet is. Mondanék ki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy kiárulja előtt, azért mondanék ki, nem vagytok mindnyájan tiszták. Mikor aztán megmosta azoknak lábait és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondanékik, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, nektek is meg kell mosnatok egymás lábait, mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, áldottak lesztek, ha cselekszitek ezeket. Halleluja! Mit tett Jézus? Tudta, hogy honnan jött. Mit tudott, honnan jött? Az atyától. Tudta, hogy ő az atya egyszülött fia. Az Úr szólt az égből, zengett, és mondta, hogy ő az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. Ő tudta, hogy ki ő. És mégis mit csinált? Szolgai formát lett fel, körbekötötte magát, és bemutatta azt, hogy habár ő a legnagyobb ezen a földön, aki valaha járt ezen a földön, a legeslegnagyobb, Salamonnál nagyobb van itt, mondta. Keresztelő János a maga idejében a legnagyobb volt, de a legkisebb Isten országában nagyobb nálánál. A legnagyobb volt ott, és ő lehajolt, és megmosta az ő koszos lábukat, mutatva azt, hogy tud annak ellenére, hogy ő a legnagyobb ember, aki a föld kerekségén járt, tudja többre értékelni az atyafiakat, a másikokat. És mit mondott Jézus? Azt mondta, hogy ha ezt én megtettem, akkor nektek is ezt meg kell tennetek.
Halleluja. Jézus soha nem várt tőled, sem tőlem olyat, amit ő ne tett volna meg valaha is. És ő ezt megtette. Hogyha visszalapoztok a János levelébe, ahol voltunk, tehát a 16-os verset megismétlem, amíg odalapoztok, hogy arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk, mi is kötelesek vagyunk odaadni az életünket, ami atyánk fiaiért. Akinek pedig van miből élnie el világon, és elnézi, hogy az ő atya fia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképpen marad meg abban az Isten szeretete. Ha valaki, valamelyik atyafi szükségben van, nekünk lenne lehetőségünk, nekem lenne lehetőségem, hogy rajta segítsek, és elnézem, hogy ő szenved. Én se csak úgy kaptam. Valóban? Sokszor engem az Úr emlékeztet erre, és olyan hálával tölti el a szívemet az, hogy, hogy bármink van, azt kaptuk. Eszembe se juthatna az, hogy elkezdek felvágni azzal, hogy ezünk van, vagy az van, mert mindent kaptunk. És mit mond az ige, ha úgy kaptad, mit dicsekszel, mint hogyha nem kaptad volna? Mint ha te dolgoztál volna érte, mint ha te szerezted volna. Kaptad, nem? Szokták mondani, ajándéklónak ne nézd a fogát. Kaptam, ilyen. Ha éppen ez pont úgy sikerült, hogy jó helyről kaptad, mit tudsz mondani? Hú, nagyon jó ez a kocsi, nagyon jó ez a... Kaptuk. Dicsőség Istennek, kaptuk. Nem tudsz felvágni, igen, ezért dolgoztam, benne van az egész életem, kaptam. Halleluja. És hányan vagyunk készek, hogy ha kell, így odaadnám bárkiért, ha ezen múlna az ő élete. Halleluja. Olvassuk tovább. Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Halleluja. Néhányunknak már jó lenne idáig eljutni, hogy legalább szóval, meg nyelvvel szeressünk, de azt mondja itt az ige, hogy ne szóval szeressünk se nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Hányan tudjátok, hogy olyan jó lenne az, ha az a hír terjedne el rólunk, hogy ránk lehet számítani. Ha bajba vagy, akkor hívjál fel egy atyafit, mert ő ott van. Ő segít. Tudjátok, hogy mindig vannak ilyen emberek, akik felbuzdulnak, bármire szükséged van, csak szóljál, és ha ne adj Isten, oda kerülsz, hogy fölhívod, most túl messze vagyok, most túl ez, most túl az. Hányan várjátok így a hívásokat? Én nagyon ritkán kapok ilyen hívásokat. Te szoktál kapni? Tudnál segíteni ebbe? Tudnál segíteni abban? Általában nem hívnak emberek. Én várom, hogy hívjanak. Én szeretnék segíteni. Várom, hogy kérjenek meg valamire. És amikor megteszik, akkor én nem szeretnék nemet mondani. Ha egy mód van, ha tudok segíteni, szeretnék segíteni. Hányan tudjátok, hogy ezt mondja itt Isten ige, hogy fiacskáim, ne szóval szeressünk se nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Azt hiszem, hogy ezt mi cselekedjük. Halleluja. Köszönöm Istennek, hogy rátok lehet számítani egyébként, bármit csinálunk, és valaki azt ígéri, hogy segít, mindig ott szoktatok lenni. Áldott legyen az Úr. Hányan hiszitek, ebbe is tudunk növekedni? Tudunk növekedni. Ez a hír el tud terjedni, és ez egy jó hír, hogyha ez terjed el rólunk. Erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így nyugtatjuk meg ő előtte a mi szíveinket. Ugye erről volt vasárnap szó, hogy ha a szívünk vádol is minket, Isten nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha a szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van Istenhez. És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek ő előtte. Ezt olvastuk vasárnap, és Erzsiket gyönyörűen prédikált erről, hogy ha a lelkiismereted szól, és nem teszed meg, és vádol a lelkiismereted, akkor nincs bizodalmad Istenhez, és amit kérsz, nem olyan biztos, hogy mindent meg fogsz kapni. De amikor a lelkiismereted szól hozzád, és te ezt megteszed, mi fog történni? Bizodalmad lesz. És még mikor lesz bizodalmad? Ha egy kicsit tovább olvasok ugye azt a verset, azt mondja, hogy és akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait. Hányan hiszitek, ez legalább olyan fontos megtartani az ő parancsolatait, mint az, hogy a lelkiismereted legyen tiszta, hogy ne vádoljon a szíved. Ugyanis mikor fog vádolni a szíved? Akkor fog vádolni a szíved, ha nem tartod meg az ő parancsolatait. Hányan hiszitek ezt? Kiesel a szeretetből. Hányatokkal volt már ilyen, és ott belül jött, ezt nem kellett volna megtennem. Be kellett volna fogjam a számat. Miért kellett ezt kimondjam? Miért kellett ezt tegyem? Nem kellett volna. Jön, és nem, ahogy mondta Erzsike, nem Isten fog elítélni, nem ő kárhoztat minket, ő sose kárhoztat, hanem a saját lelkiismeretünk kárhoztat. Mikor lesz az a
az állapot a szívedbe, hogy a lelki ismeretet nem kárhoztat? Mert megtartod az ő parancsolatait. És segít itt az ige, hogy jó, de vajon milyen parancsolatra gondolhat? Nem olyan bonyolult, pont a következő vers beszél erről. Ugye ez az egész egybe van. Nem hinném, hogy meghamisítanám azzal Isten igét, hogy egymás után felolvasom, ugye? Hányan hiszitek? Hogy amikor nézed Isten igét, és ez itt egybe lett leírva, egybe adta ezt a Szent Szellem, és ez egybe van, valószínűleg ezeknek közük van egymáshoz. És azt mondja itt az ige, hogy akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek ő előtte. És akkor, hogy ne legyünk bizonytalanságban, a következő vers kihangsúlyozza, ez pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében. Halleluja! Hányan hiszitek, hogy akarja Isten? Ott vannak azok a menekültek. Akarja Isten, hogy higgyenek? Azt akarja, hogy elvesztenek, hogy a pokolba menjenek, mert nem fogadták el Jézust? Nem. Azt akarja, hogy mindenki megtérjen. Amen. Hogy higgyenek az Úr Jézusnak nevében. És itt azt mondja, hogy tehát ez pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és. Hányan tudjátok, ez az és, ez összeköt valamit. Van valami előtte, és van ez és, akkor ez az egész együtt van. És szeressük egymást, amint megparancsolta nékünk. És aki az ő parancsolatait megtartja, az ő bennem marad, és ő is abban, és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a szellemből, amelyet nékünk adott. Halleluja! Hányan hiszitek azt, hogy amikor megnyitjuk magunkat a szeretetnek, hogy szeressük, és hadd mondjam el azt őszintén, tehát még egyszer azt szeretném hangsúlyozni, hogy Isten azt mondja, hogy az atya fiakat, hogy szeressük egymást. Ezt értsd úgy, ahogy mondja Isten ige, hogy egymást. Egymást, minket, közöttünk, a gyülekezetet, a testvéredet, aki elfogadja az Urat, teljesen mindegy, hogy honnan jön. Ugye van egy testvérünk, aki most tett bizonyságot, hogy a börtönből jött ki. Halleluja, és tárt karokkal várjuk, mert ő a testvérünk. Amen. Tök mindegy, hogy hol volt, honnan jött, mit csinált. Ha testvérünk, akkor szeretjük. Amen. Ha ide jár, szeretjük. Halleluja. És hányan tudjátok, hogy ugyanakkor nem kéne ezzel visszaélnünk sem. Sajnos ezt sokan megteszik, hogy bejönnek, vannak profi koldusok, akik azért jönnek, hogy a gyülekezetbe, hogy hát mindenkit szeretni kell, nem? Nem azt mondja ez ige, ha van miből, éljél és elnézed, hogy az atyád fia szükségben van, és nem adsz neki, hogyan maradhat meg benne. És ezek vannak olyan, Hégentől olvastam ma, hogy vannak olyan emberek, akik nem igazán ismerik az igét, de annyira igen, hogy tudjanak ördögien viselkedni, és ördögien idézgetni belőle. És többek között felhozta Smith Wigglesworth példáját, hogy tudjátok, hogy a felesége járt gyülekezetbe, ő is, de utána annyira elkezdett dübörögni az ő vízvezeték szerelő cége, hogy hát egy visszább hagyott, alább hagyott a gyülekezetbe járástól, egészen annyira, hogy mondja, hogy ilyen visszacsúszott állapotba került, és egyszer azt mondta a feleségének, hogy te állandóan a gyülekezetbe vagy, nem gondolt, hogy át kéne vigyed az ágyadat is, és ott aludjál? És mondja, hogy hát nem vagyok én ott állandóan, hetente háromszor vagyok ott, nem hanyagolok el mellette se téged, se a háztartás, semmit, ezt te is nagyon jól tudod. Mondta, legközelebb elmész, kizárlak. És tudjátok, akik tudjátok, hogy mi történt, hogy elment a felesége, sőt, még azt is mondta a férje, ennyire ismert az igét, hogy azt mondja az ige, hogy a férj a feje a házasságnak. Ezért én megtiltom neked, hogy eljárj a gyülekezetbe. A feleség mosolygott, igen. Te vagy a feje a házasságnak, te vagy a feje a családnak, ezért bármi, amit mondasz a családba, ez úgy van. De nem te vagy az uram. És az én uram azt mondta, hogy menjek el a gyülekezetbe, úgyhogy el fogok menni. Halleluja, el is ment. Ki is zárta. És azt írja, hogy elég hideg volt, mert összegörnyedve találta reggel Smith, amikor kijött a feleségét, az ajtó előtt kuporgott, kizárva a hidegbe. Amikor reggel kinyitotta az ajtót, akkor a felesége majd beesett a konyhába, mikor fölállt, mosolygott, vidám volt, mintha semmi nem történt volna. Mit kérsz, drágám, reggelire? Megfőzte neki a legjobb reggelit, amit leginkább szeret, és úgy történt, mintha semmi se történt volna. Úgy tett, mintha semmi sem történt volna. Smith azt mondja, sokszor Smith Wigglesworth, aki ugye a hit apostolának is neveznek ma, hogy a felesége nélkül soha nem lett volna a szolgálatban. Hogy a felesége beszerette őt a szolgálatba. Többek között ilyen apróságokkal, ami itt is történt. Nem a fejéhez vágta, nem hisztizett, nem ő is betartott, hanem szerette. És ez a szeretet megolvassza a szíveket. Amen. És ez az a szeretet, amivel másoknak illene nem visszaélniük.
hogy csak azért jöjjenek, mert tudják, hogy mi van megírva. És akkor idézik, hogy hát nem tudod, hogy hát nincs miből egyek. Hát oké. És igen, segítenünk kell nekik, és segítünk is, ezt meg is tesszük, halleluja. És újból megtesszük, és ha egy testvérünk bajba kerül, segítünk neki. De jót tesz az, hogyha tiszta szívünk, és bármit teszünk, azt az Úrért tesszük. Amen. Tehát mikor lesz az a pillanat, amikor nem vádol a szívünk? Amikor megteszed, amit Isten neked mond. Ez a szeretet. Ez az isteni fajta szeretet. Ott van a szívedben. Halleluja. Hányatoknak van ott a szívében ez az isteni fajta szeretet, amivel tudjuk szeretni akár az ellenségeinket is. Halleluja. Halleluja. Még egy igével szeretném zárni ezt a mai ige hirdetést. A János leveléből, amit nem olyan régen többször is megnéztük, a 14. fejezetből. Majd kicsit arról beszéltünk, hogy ezt hogyan tudjuk megtenni, meg hogy mennyire fontos megtegyük, és ugye főleg arról beszéltünk, és hiszem, hogy ez megmarad bennünk, hogy egymást kell, hogy szeressük. És viseljétek el egymást, ugye mondja Isten igéje. Miért mondaná ezt Isten igéje, hogyha nem kerülnénk idénként olyan helyzetbe, amikor nem csak az van, hogy élvezzük a másik társaságát, de jó, hogy itt vagy, hanem el kell viselni. Én hálás vagyok Istennek, hogy engem elviseltek a akkor még nem volt Mennyország Klub gyülekezet, hanem akkor még ifi gyülekezet volt ez, és emlékszem, hogy engem soha senki nem tanított énekelni. Mikor ide kerültem, akkor mindenki énekelt, dicsérték Istent. A szívemből én is szerettem az Urat, és hát nem tudtam, mit kell csinálni, én is énekeltem. És annyira emlékszem, hogy a Szilvi, meg Eszti énekeltek, meg a Gyuri, meg Peti, és hát az Eszték voltak hangosabbak éppen akkor, és én próbáltam tiszta erőmből énekelni, és amikor úgy hallottam, hogy mintha összeolvadna a hangom a lányok hangjával, hú, akkor biztos jó, torka szakadtamból üvöltöttem, nem tudtam azt, hogy a férfi hang egy oktávval mélyebb, mint a női, és ahol a nők énekelnek, a férfiak ugyanabban az időben egy oktávval mélyebben kellene, úgyhogy én itt próbáltam énekelni. Gondolom, hogy szólhatott, most se szólt túl jól a hangom, de akkor még ennyire se szólt jól, és szörnyű lehetett, és hálát adtam Istennek, így utólag visszagondolva, hogy nem rúgtak ki, hogy nem jött oda valaki, és mondta, hogy fogd már be a szádat. Nem hallod, hogy ott hamis, vagy nem veszed észre magadat? Biztos vagyok benne, hogy zavartam a többieket, és szeretetben jártak, nem szóltak egy szót se. És olyan sokszor az Úr erre emlékeztet, hogy elviseltek. Biztos voltak más hülyeségeim is, amit szintén elviseltek, de elviseltek. Halleluja. Emlékszem egy olyan munkahelyre, ahol dolgoztam, hogy pincérként, és nem jártam pincériskolába, de nagyon szerettem volna az lenni, könyvekből tanultam, otthon a emeletes házba laktunk, otthon azt csináltam, még nagyon fiatal voltam, hogy tálcát vettem elő, poharakat teletöltöttem vízzel, és mentem föl le a lépcsőkön, föl le, gyakoroltam, hogyha véletlenül olyan helyzetbe kerülnék, hogy kapnék egy ilyen munkát, akkor tudjam ezt ellátni, és hát végül írtam egy önéletrajzot, hogy elmentem ingyen dolgozni éttermekbe, meg minden, csak hogy vegyenek fel, és akkor oda mentem a városunk legjobb éttermébe, írtam egy önéletrajzot, és mondtam, hogy ugyan nincsen képesítésem, de szeretnék itt dolgozni, és mondták, jó, köszönöm, és bevágták a fiók aljába az önéletrajzomat, eltelt több, mint fél év, semmi nem történt, egyszer csak egy más vezető jött abba az étterembe, és fölhívott, hogy még áll az ajánlatom. Ó, mondom, persze, nagyon is elmentem, de érdekes módon sokkal rosszabbul ment nekem, mint gondoltam volna. Néha lejtettem poharakat, összetörtem. Nem tudom, hogyha valaki dolgozott ilyen helyen, odamész egy asztalhoz, elmondják, öten vannak, elmondják, ő kólát kérő, fantát, ő gyümölcslevet, 3 decit, ő jég nélkül kéri, ő jéggel kéri, ő így kéri, és akkor ételnek, ezt kérem, azt kérem, azt kérem, úristen, fölírtam, de akkor nem tudtam, hogy mit írtam fel, nem tudtam, kinek írtam, összekevertem asztalokat, a pénzzel is voltak gondok az elején. Ez úgy furcsa ugye elsőre belecsöppenni, ha valaki nem ebbe élt nap, mint nap, és akkor a főnöknőm az fogta a fejét, Úristen, és láttam már azon a határon volt, hogy mindjárt elküld. És látta a szemembe, hogy én nagyon-nagyon akarom ezt, én nem akarok innen elmenni, én nem próbálkozok, én ezt csinálni akarom, és hitt bennem. Nem küldött el, láttam a szemébe, hogy ekkora a feje, de nem szólt egy szót se, kedves volt, bízott bennem, és később, hála az Úrnak, hogy az Úr segített, akkor már az Úrba voltam, segített, és
És végül az lett, amikor én akartam eljönni, akkor félrehívott, és azt mondta, figyelj ide, ez itt nálunk, tudod, hogy nem divat fizetésemelést adni, meg minden, pláne nem annyit, amennyit mondanak az ember, mennyit akarsz? Mondom, hogy inkább nem mondok semmit, mert amennyit én akarok, azt úgyse tudnák meg, nem, most komolyan, mennyit akarsz? És alig akartak elengedni, az Úr megváltoztatta ezt, de amit akarok mondani, hogy az a munka elment rég, azt a pénzt régen elköltöttem, de az a szeretet, amit ettől a hölgytől kaptam, ez örökre velem marad. Az, hogy elviselt. És arról beszélek, hogy tényleg el kellett viselni, hogy tényleg nem voltam olyan szeretetreméltó, nem voltam egy olyan munkaerő, akiért mindenki bármennyit fizetett volna, hanem lehet, hogy eleinte minuszba hoztam ki. Voltak olyan napok, tudjátok, hogy egy ilyen éttermekben szoktak borravalót adni, és a napok általában úgy zárultak, hogy a pincérek fogták, összeszámolták, hogy mennyi a borravaló. Voltak olyan napok, amikor azt számoltuk össze, mennyi a veszteség, és valószínűleg én voltam azért a hibás. Nem azt számoltuk össze, hogy mennyi borravalót dobnak szét maguk között a pincérek, hanem azt, hogy mennyit veszítettünk, és akkor ilyenkor néztek rám, hogy ez te voltál, ugye tudod? És elviseltek. Nagyon hisztek, hogy nekünk egymást a gyülekezetbe ugyanígy el kellene viselnünk, mint egy cégnél, ahogy jön egy új ember, és őt el kell viselni. Ugyanúgy jön egy új testvér, és tudjátok, hogy mindenki, aki jön, olyan, amilyen. Mindennyian növekszünk, halleluja, és ezért be kell fogadjuk egymást, szeretnünk kell egymást, el kell viseljük egymást, és tudod, mi fog történni? Halleluja, köszönöm, Uram. Olyan sokan vagyunk, akik szeretnénk megtapasztalni a szeretetet, ugye? Nem tudom, hogy ti hogy vagytok, de ha őszinte vagy magadhoz, valószínűleg szeretnél kapni ebből a szeretetből. Ebből a természet feletti, abból a szeretetből, amikor el is rontasz valamit, de azért elnézik, amikor rosszat tettél, vagy rossz napod van, elviselnek, és amikor jó napod van, akkor még inkább szeretnek. Ebből mindannyian szeretnénk kapni. És nagyon sokan úgy vannak, hogy azt akarják, hogy majd, ha ők szeretnek engem, akkor majd én is szeretni fogom őket. Hányan tudjátok, hogy Isten nem ezt mondja nekünk? Azt mondja, hogy ki mit vet, azt le is fogja aratni. Amen. Tudod, hogy nincsen jobb befektetés annál, mint hogy szeretetet vetni? Elhiszed? Nincsen jobb befektetés annál, mint amikor te elszenvedsz valakit, eltűrsz valakit. Miért? Ezzel magokat ültettél. Szeretett magokat. Mit mond az ige? Hogy aki vet, az arat is, de mennyit arat? 30, 60, 100 annyit fogsz visszakapni, amen? Szeretnénk ezt? Szeretnél 30, 60, 100-szor több szeretetet megtapasztalni, mint egyébként? Isten ige azt mondja, kezd el vetni a szeretetet. Te legyél türelmes. Te fogd be a szádat, amikor úgy érzed magadban, hogy na, én jól megmondom nekik. Ez nem igaz, ez nem látja? Hát miért nem látja? Majd én megmondom neki. Majd én megmondom. És meg akarod mondani, és ehelyett néha lehet, hogy azt kéne mond magadba, hogy még adok nekik egy hetet, adok nekik még két hetet, várok még egy kicsit, eltűröd, elszenveded, jó, lehet, hogy szólok nekik, de még egy kicsit várok, amikor úgy érzed, már idáig vagy, még egy kicsit várok. És amikor úgy döntesz, hogy szólsz, hányan hiszitek, hogy nem baj, ha szólsz a másiknak, hogyha valami olyan dolga van? Ezzel még önmagában nincsen baj, azt mondja az ige, hogy szelídségnek szellemével igazítsátok helyre az ilyet, vigyázván, hogy meg ne kísértessél te magad is ugyanabban a dologban, ugye? Hogy oké, ha látod, hogy valaki valamit nagyon elront, és úgy érzed, szólni kéne, először várjál, tűrd el, várjál, kérd Istent, hogy segítsen. Ha még mindig semmi nem változott, oda mehetsz, nincs erről szó, hogy nem teheted meg, hogy nem szólhatsz senkinek semmiért, de vigyázz arra, hogy szelídségnek szellemével, hogy ne leolcs, ne jól bemondjál neki, hanem segíteni próbálj neki, hogy tud ő is ebből kijönni, amen? És akkor tudod, mi fog történni? Szeretetet fogsz aratni. Halleluja! Én szeretnék szeretetet aratni. Akkor szeretnék szeretetet vetni. Ezzel azt akarom mondani. És itt azt mondja a János Evangélium 14:21-ben, amit ismerünk, hogy aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, mi volt az ő parancsolata? Hogy higgyünk az Úr Jézusnak a nevében, és szeressük egymást, mint megparancsolta nekünk. Aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig engem szeret, azt szereti az én atyám. Én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Mondja ezt Isten igéje, hogy ha te szeretetben jársz, akkor te is szeretve leszel? Halleluja. Mondtam már nektek, de azt hiszem, hogy nagyon igaz ez, hogy nagyon sok ember azt próbálja tenni gyülekezetbe, főleg férjek, feleségek,
ők vannak a legnagyobb veszélyben ilyenkor, hogy emberektől akarják, és főleg egy embertől akarja megkapni az összes szeretetet. Néha van, hogy a gyülekezetbe bejönnek új emberek, és örülnek ennek a szeretetnek, valaki szóba áll velük, meghallgatja őket, és akkor rácuppannak, és tőle akarják kiszívni az összes szeretetet. Lehet, hogy valaki tudja, hogy miről beszélek, hogy úgy érzed, miután beszéltél vele, hogy semmi energián nem maradt, teljesen leszívott az életről, meghallgattad az összes problémáját, az összes baját, minden, ő nagyon örül, ő nagyon vidám, de te meg úgy érzed magad, mint akit kicsavartak, hogy vannak emberek, hogy más emberektől akarják megkapni a szeretetet. Erre van lehetőség, egy bizonyos mértékű szeretetet kaphatsz más emberektől, de hányan tudjátok, hogy van olyan szeretet, amit senki ember nem adhat nekünk, amit csak a mennyei atyától jön. És ez csak akkor fog jönni. Csak akkor fogod megtapasztalni ezt a fajta szeretetet, amikor te megnyitod magad ennek a szeretetnek, hogy engedelmesen cselekedd a szeretetet, hogy elviseljél másokat, hogy befogd a szádat, amikor be kell fognod a szádat, hogy kinyisd a szádat, amikor ki kell nyissad, amikor egy bátorító szó mennyit ér valakinek, aki lent van. Én emlékszem arra nagyon, akik ismertek, tudjátok, hogy én nem nagyon szoktam túl sokat szomorkodni, de időnként azért így az évek során volt egy-két olyan pillanat, egy-két olyan óra, amikor nagyon-nagyon lent voltam, és sose fogom elfelejteni. Egyik alkalommal teljesen össze voltam törve, és annyira, hogy sírtam. Szóval jó az, amikor az Úr jelenlétében sírsz, én ezt nem szégyellem, de nem szeretek sírni a fájdalom miatt, nem szeretek sírni a csalódás miatt, nem szeretek sírni amiatt, mert megsebezte valaki a szívemet, de sajnos ebben az időszakban olyan helyzetben voltam, hogy sírtam, mert annyira fájt, és képzeljétek el, hogy egyszer csak megcsörren a telefonom. És tudod, ilyenkor, ki a franc hív ilyenkor, tudod, hagynának békén. És fölhívott egy testvérünk. Én nem tudom, hogy ő honnan vette, hogy én mind megyek most keresztül. És egy-két szót szólt, bátorított. Hú, mondom, olyanok voltak a szavai, mint hogyha ilyen 20 000-es kötegekkel dobáltak volna. Hú, mint a méz, olyan édes volt, hogy hallottam ezeket a szavakat, úgy éreztem, hogy senki nem szeret, hogy senki nem foglalkozik velem, hogy mindenki ellenem van, senki nem foglalkozik, és fölhív valaki, tök távolról, akivel fél évente beszélünk. Nem is igazán, nem mondom, hogy nem vagyunk jóban, de nem túl közeli kapcsolatban vagyunk. Fölhív, és pont azt mondta, amire szükségem volt. Az egész napon megváltozott, és sose fogom elfelejteni azt a szeretetet, hogy ez a valaki valószínűleg Isten szólt a szívéhez. Honnan a csodából tudta volna, senki nem tudta, hogy mi megyek keresztül. És fölhívott, és szólt pár jó szót, beszéltünk vagy 5 percet, és olyan hatást tett, az egész életemet megváltoztatta. Egy testvér, aki engedelmes volt Istennek, aki kinyitotta a száját, amikor ki kellett nyissa. Örökre hálás leszek Istennek azért, hogy ez a pár perc megtörtént, hogy ő vette a bátorságot, az erőfeszítést, nem sajnálta a pénzt, és fölhívott akkor. És azt mondta, amit az Úr a szívére helyezett. Halleluja. Hányan szeretnénk ilyen edények lenni? Hogy Isten szeressen rajtunk keresztül? Hogy felemeljen másokat rajtunk keresztül? Hogy elviseljen másokat rajtunk keresztül? Álljunk fel! Drága mennyei Atyám! Megnyitjuk neked a szívünket. Tudjuk, hogy azt parancsoltad, hogy úgy szeressük egymást, ahogy te szerettél minket. Lehet, Atyám, hogy, sőt, biztos, hogy sokszor elvétettük, hogy sokszor kiestünk a szeretetből, nem cselekedtünk a te szereteted alapján, és bocsánatot kérünk ezért, kérünk, hogy bocsáss meg nekünk ezért, bocsáss meg nekem ezért, Atyám, hogy kiestem a szeretetből, hogy nem az igéd alapján cselekedtem, de kérlek, segíts nekem, hogy meg tudjak maradni ezen az ösvényen. Taníts engem, Uram, taníts minket, Uram, hogy mit jelent a te szeretetedben járni, a te szeretetedben élni. És igen, tudom, Uram, hogy ez azt jelenti, hogy kellemetlen helyzetek fognak következni az életemben. Segíts nekem megállni, segíts nekem megcselekedni az igédet, szeretetben maradni. A szeretet mindig győzelemmel végződik, a szeretet mindig győz, mert te vagy a szeretet, és te mindig győzöl, Uram. Köszönöm, hogy ez a szeretet, hogy ezt a szeretetet kitöltötted a szívembe. Kérlek, segíts nekem, hogy fel tudjam szabadítani, hogy úgy tudjak odafordulni a testvéreimhez, hogy ők érezzék és lássák, hogy szeretem őket, hogy elfogadom őket, hogy elviselem őket, hogy fontosak nekem. Segíts nekünk ebben, Uram.
ha valaki szeretné még jobban odaszánni a szívét arra, hogy megnyitjuk magunkat ennek a szeretetnek, akkor ezt tegyük meg. Segíts nekem, Atyám, hogy ne tudjak közömbösen elmenni semmelyik testvérünk szükségei mellett, ha módomban áll, hogy segítsek. Uram, kérlek, mutasd meg, hogyha ott az idő, hogy ezt megtegyem. Kérlek, Atyám, adjál nekem magot, hogy tudjak vetni a testvéreim életébe. Kérlek, Uram, növeld a türelmemet, hogy türelmesebb tudjak lenni. Uram, a Te edényed akarok lenni, amin keresztül kitöltöd a Te szeretetedet ebbe a világba, a gyülekezetbe, a testvérek felé, a világ felé. Hadd lássák meg, hogy én a Te tanítványod vagyok. Jézus nevében. Köszönöm, Atyám, hogy Te, aki elkezdted bennem a jó munkát, Te, aki elkezdted bennünk a jó munkát, be is végzed a Krisztus Jézusnak napjáig. Áldott légy, Uram. Jézus nevében. Amen. Halleluja. Halleluja. Kérném,